Az üzenetek betározva, azzal lesztek elárasztva. Mi vagyunk a legnagyobbak, a tudás égszik tapostnak. Elég volt most már ebből, a jövő most tehető. A kárt pakli feltől, ezt nyomom most fejből. Eljött a végítélet, tudásék, na meg a kíséret. Átveszik most a koronát, ne jársz tovább az ostromát. Nem értek el mi a színet, a tiszteletet megfizeted. De mostantól nincs kivétel, engem a kék vér vezére. Tájátok fél az útból, felkerekedünk a múltból. Borból építünk várat, ez tovább nem várhat. De a Tibi elfáradt, rád üríti a tárat. Húzzál innen te bánok, vagy szétbaszom én már szárat. Nem értek le a sok szétszó, mögöttem a sok dénó. Ne keresek, nem jövök némo. Egyenesen karátról, ütlek gyomron a hányszor. Felemeled a szabadat, miért utánozod a madarat. Verebem vagy fákot, nem érdem ezt a pártost. Messze vagy tőlem egy pákot, nem hívva senki, hogy távoz. Tudásségnak végre, megszaladt a bére. Senki sem lök félre, kis egyen a kocka tére. Ismernek a sitten, ismernek a jardon. Ismernek engem minden, kibaszott utca sarkon. Mi vagyunk a tudásék, elég súlyos arcok. A lelkünkben meg ott vannak a gettóból a karcok. Itt van a terem, hé-hó, mögötte a sok nénó. Egyenesen karátról jöttem át a nyárból. Elég volt a magányból, meg a sok utcai vagányból. Állomási csavargók, a Dudás Anti rákapcsolt. Autival járok, a Tibi meglambóval. Elkaparunk benneteket a tetves saras hóval. A Zsuki meg majd beinti a testeteket szóval. Szerep, rendjélek, rendjélet, nem félek. Abból a szarból nem kérek, mert pont jönnek itt a nagy pénzek. Gábor, köszönöm szépen a 19. hónapodat! Drága lett az ízlésem, a nélkül hozd a piám, hogy én megkérem, kurva nagyra nőtt már az igényem. Felkúztunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele, mire nem élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az a rímben, nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizet is majd érte. Tanti lett az én testvérem, ha bajba kerül, megvédem. Hogy belinkáljál, nem kértem, aztán 50 is már beértem. Ilyenek a tudásség, ha baj van, akkor nincs fék. Neked viszont lőttek, nem tudom, ti mit hisztek. Felkúztunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele, mire nem élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az a rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizet is majd érte. Attends, où c'est ton cri? Ah ouais. Allô. Mindenki várja az álmomat, megint egy sziréna rázza. Nem igaz, bazd meg, hogy nem lehet aludni. Sok kis köcsök, főleg a Maugli. Vannak dolgok, amiket most sem értek. A bandák miért megi húsokat mérdek. Nincsenek az utcán rejtélyes alakok. Cserébe mindenki árulja a falatot. Étterem a fia, mindenki vágja. Kalória háború ennek a zára. Benne vagyok az iparban régóta játszva. A mesterfokozatra mentem a csúcsra mászva. A hős utca nektek, maradja meg etelő, ugyanez a stílus, komolyan, mint nyugaton. Gurinak a lányát, meg fogom szerezni, tényleg kívánsága volt, nem pedig habisték. Betépek a képbe a bomcsőre töltve. A hős utca bajnok már rég el van döntve. Nem kell a rinya, s nem kell a feszkó. Ha szívozol neked szopó állat a dresszkót. Fegyverek, kilóvés a cucca zsebemben. Keresnél, megtalálsz az edzőteremben. Rosszak a róink, a pokorra mennek. A bosszunktól csicska, az Isten sem ment meg.
kopók, a zsekkák, a jardok a nyomomban. Az erő a véremben és minden soromban. Választatsz, elbújsz, megszoksz, hogy fekszel. Jó nagy a gödör, minden inasnak lesz hely. Megjöttünk magad, vigyázba vágjad, hogy itt neked lap jut, a szíjába vártad. Gyarló az ember és bűnös az élet. A nagyobb kutya baszik, ennyi a képlet. Én cukatom önmagamat, majd azt mondja, segítenek megoldani gondjaimat. Jött mert betámadás lám, akkor is számíthat. Szóval nem is jöhet más, akkor is tartom a hátamat. Én is elválom tőle azokat, amit én megtennek érte. Ritkó kell az élet, magadat kell, hogy felfogd észre. Így szok az ember vészel, ezzel a veszéllyel. Addig van életed, míg a nyújtsz a készszel. És ha megszerezed, már mehetsz, és szok leszel. Mászok meg nosztalgiázol, elviszel. És lépét túlva helyre viszel. De ideje lépni a végét, teljesen elveszel. Zállamod szöveget egy jó kis flösszel. Akarsz gyere. Szevasz, Házi Csubi Garagonya, szevasztok! Kicsit később indultunk, de úgy voltam vele szombatva, miért ne tarthatna sokáig egy kicsit ez a stream? Eljött az este, leszállt az éjjel, tudásék tudnele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak, ők a legnagyobb akarsz, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve, a sláger gyárnak, ők soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt, megtaláltam a bizniszt, a kurva mi fengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok, sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak, hogy jajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyvert betározva, megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időből, vele leraktuk a vizsgát. Jegyezd meg, csöves a dudásik a bikák. Benézel a kocsiba, hátul ott vannak a picsák. Minden jobb, oké, jut, nem sajnáljuk a lóvét. A szexben nem a fontos, hanem a részvét. Eljött az este, leszállt az éjjel. Dudásik imunelele vannak pénz. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akarsz, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger gyárnak, ők soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak, hogy jajó. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapok. A fegyvert betározva, megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak inket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időből, vele leraktuk a vizsgát. Este leszállt az éjjel, tudásék imunele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akarsz, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger gyárnak, ők soha nem lesz vége. Szevasz, Erro, Csumi! Adom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak, hogy jajó. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapok. A fegyvert betározva, megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időből, vele leraktuk a vizsgát. Semmitől csinálom a pénzem, nem tudom.
tudom, mit csinálok. Én ezt csak érzem. Ez a pici pacsi lehet nagyon sáros. Mondom mindenkinek, kocskos ez a város. Megjöttek videlség, az egészség káros. Iszogasd a kolládat, ma csak az lesz lájtos. De azt hiszed, jó lesz, mindent te terveztél. Találkozott népzivel, mindent te vesztettél. Szedd össze magaddal, kevés vagy a streetre. Behúzott itt, te rossz csak mert vigyázz el nagyon, hogy merre fele sétálsz. Rossz könnyekre tévedsz, és már perkálsz. Törje ki a fényre. Szevasztok! Csubi! Van nálam egy kis probléma. Ez nem jó. Halló, egy az robot. Azért látom az ID-ket, pedig nem is vagyok adminba. Így lehet, hogy kicsit kellemetlen lenne. Jó, a megoldódott. Na, kicsit később kezdődött ez a dolog. Megmondom őszintén, talcsisztam, meg ilyenek. Te meg szobd le a faszomat, Vito. Aztán Vito mondta, hogy nem-e ICZ-ünk. Hát mondom, de. Tudod mit, Vito, de. Nyomjunk egy fasz a kis RP-t, tök jó lesz. Majd közölte, hogy amúgy ő nem is jön. Csak streamet akart nézni. Hát most mondjátok meg! Én biztos nem. Itt van. Minden reggel kiverem. Ja, az nem az. Lesz ma stream. Mikor jössz, buzikám? Itt van, te írtál rám. Na jó van, nyomjuk. Szevasz, Kevin! Szevasz, Medve öcsi, Csumi, mindenki. Szevasztok. Köszi. Igen. Na mi a helyzet? Hát dolgozunk, főnök úr. Nagyon forró nyomon vagyunk. Igen. Mert mi a forró nyomon vagytok?
Éppen összevetettük az egyik bizonyítékokat, ami kell a Katarinához. Így van, főnök úr. Valóban? Igen. Milyen bizonyíték volt? Hát úgy értem, hogy amiket eddig tudunk, úgy összevetettük. Igen. Jaj, értem. Meg amiket hallottunk róla, tudjuk, hogy nagy fegyvere. Van egy töltetlen fegyvere, igen. Igen. Amit tanít. Bizony. Na jó, de szerintem végeznek is. Hát egyelőre igen, mert még ezért többen fel kell tudni, meg hát ugye az ügyvéd úrral eljárkálunk néha beszélgetni vele. Igen, nem beteszem a fiúkba a jegyzetet. Meg hát ugye úgy tudjuk, hogy ékszerekkel könnyen meg lehet venni. Nem az Alek? Tehát, hogy nagyon szereti a pénzes embereket. Aranyású. Olyasmi, igen. Szabasz fájdalom? Képzelje, főnök úr! Azt kéne még, hogy az álság közönyébe engedjek egy aranyásút. De valóban. Képzelje, főnök úr! Kitakarítottuk az irodát egyébként. Nagyon örülök neki. Lász, de... jelent, Tony. És... Az meghoztam a kávéját, főnök. Hadd cukor, ahogy szereti. Tessék, itt van. És hogyha már ilyen... Köszönöm. Jó híreket is közöltünk, akkor közölnék egy furcsa hírt. Elmondjátok ti, vagy mondjam én? Hát igazából veled történt. Nem akarom felidegesíteni magam megint. Hát elmondhatom én is, hogy akkor hogyha nagyon szeretnéd. Inkább elmondom én. Szóval az történt, városi főnök úr, hogy... Közben van ennek az egésznek a kávéhoz, ha cukorral, és hogy kitakarítottátok az irodát? Nem, ez nincs. Nem. Szavasz, Ádám. Ez jó szándék, főnök. Értem. Nem leplezni próbálunk semmit. Semmit, nem ez megy a háttérben, nem. Szóval, az a helyzet, hogy engem megtámadtak még egy másfél hónappal ezelőtt az Ibiza meg a haverjai fegyverrel, amire odajött a rendőrség, mikor lefegyvereztem őket, és elkezdték őket üdvözlőkülteni. És az a helyzet, hogy nem nyírtak róla jelentést. És én ott elmentem a rendőrségre, hogy feljelentést teszek, amire nem került sor egyébként. Mert nem jöttek oda. De a lényeg az, hogy a rendőrségnél várakozva jött Katarina és a haverjai baseball ütőkkel, rácsaptak a kocsimra, futottak felém, hogy megvernek, mert oda hívtam a zsákákat, ami nem igaz, de pont jókor voltak jó olyan, mindegy. Meg akartak ölni, amire én elővettem a fegyveremet és melléjük lőttem egyet a kocsira. Ez az igazság, hogy most engem azzal vádolnak, hogy engem elvetették a nyomozói engedélyem meg, a fegyvereimet, a fegyverengedélyem meg, meg ilyenek, mert hogy én állítólag nem használtam volna ilyenkor fegyvert, de én most belekötöttem, mert van egy kis jogi tapasztalatom, ami vagy igaz, vagy nem igaz. Most igazából az, hogy figyelmeztető lövést lőttem, hogyha közelebb jönnek, akkor az életemet féltve. Hát most jó, hogy nem fegyvert fogtak rám, de meg akartak ölni. Akkor én lőttem volna rájuk. Hál' Istennek volt annyi eszem, hogy csak melléjük lőttem célzottan a kerekükre. Hogyha közelebb jönnek, akkor meglövöm őket. Természetesen tudtam, hogy nem lesz rá sor. Nem kerül rá sor, mert nem is került rá sor, mert elfutottak a lövésre. De rendőrök engem azzal vádolnak, hogy én rájuk lőttem meg, hogy úgy feléjük lőttem, több százan voltak az utcán. Mondom, hogyha egyrészt nem voltak több százan az utcán, mert annyian lettek volna, nem jöttek volna oda a Katarinái, vagy mi az, Ibizáig. Az az igazság, hogy én ott... Szavasz, Hayden! Kimagyaráztam magamat, annyira, hogy ne vigyenek be a cellákba, de ügy lesz még rá kerítve. Nem tudom, ügyvéd úrral, mi lesz, hogy ma lesz munkába. Nem, tegnap értesített engem arról, hogy visszautazott Izraelbe egy napra. Milyen sokat jár Izraelbe? Ja, valóban. Azt, hogy engem azzal gyanúsítanak, hogy rájuk lőttem, én tudtam már, csak akkor nem lőhetek, hogyha
én nem rájuk lőttem, nyilván értik. És én megmondtam nekik is, lőttem, de nem rájuk. Csak melléjük. Itt csak is azért lehet per ellenem, hogy nem használt, meg mi az? Hogy lényegében... mit is mondtam akkor? Ne habogjál meg, hebegjél! Ne, rendesen mondd, de mi történt? Mert most már is értem az egészet. Nem értitek? Jól beszél az Anthony. Az a helyzet, hogy... Én megmondtam nekik, fölidegesítettek, lekiabáltam róluk a... Kikről? Hát az ottani rendőrökről, mert... Flegma volt főnök, maga is ezt tette volna. Igen. Láttál te már engem lendőnek kiabálni? Nem. Akkor miért gondolod, hogy én is ezt tettem volna? Hát jó, akkor ezt nem mondom, hogy ezt tette volna, de flegmák voltak. Úgy álltak hozzá az egészhez, úgy álltak hozzá az egészhez, mint hogyha én bűnöző lennék. Az elejénél úgy intították, hogy el fogják venni a jelvényemet, meg ilyenek. Tiszteletem, főnök úr. Meg minden. De... ismer főnök annyira, hogy nem kiabálok ok nélkül. Rendben. Tudj egy, de... egyszerűen van. Hogy ez egy másfél hónapos ügy. Tiszteletem, jó napokat! Elítézem a rendőrökkel rendben. Hát ezt megköszönném, az, amit beszéltünk, az még mindig úgy van, ahogy van. Következő panasznál nincs intézkedés. Szia, János! Tiszteletem! Szervusztok! Van valami ügy, vagy valami? Jelenleg bekérték a kapitányságra. A Carlost. Ön. Mert elméletben... Tiszteltem, hogy visszahívom később, jó? Üdvözlöm, hadd nagy úr, rendben, vissza. Közben megpróbáltam megúvni a saját életét. Mondták, cukor, elmentünk gyakorolni egy kicsit a lőtére. Aztán kivettem, vagy... hát, 70 csomag összet. Izvizáig feljelentettük. Megint? És arról, hogy fegyverrel fenyegették a Carlost, arról már nem volt jelentésük. 70? Körülbelül nem számoltam, bepakoltam a zsebeimbe, amennyi belefér. Szavasz, Márki Liz! Jó, hogy zsebed van. Hát mindegyik zsebemet, ja, telítömtem. Ha mennyire hercegnek, tehát hogy... De jelentem, hogy gyakoroltunk sokat. Mindenki? Hát én igen, a Carlo is, meg a Bálint is, de ők hamarabb hallották, mint én. Rendben, akkor elmegyünk, veszünk lőszert. Rendben. Helyszínelő, aki megállapította, hogy a... Gyertek, elmegyünk, veszünk lőszert. Rendben. Rendben. Szóval lényegében, János, az történt igazából, meg akartak ölni baseballütőkkel, az... melléjük lőttem, azt most ebből van a fölhajtás, hogy én jogtalanul használtam rájuk a fegyvert, de hát mondom, nem rájuk. Nem, ez nem jogtalanság, ha jobban belegondolunk, egyébként a jogos fegyver használat, ez teljesen megillett egyébként, illetve nem történt teljesen fegyver használat, illetve mert a jó tudom, hogy jogszabályok szerint lőttem. Fegyverve, tehát úgy mondja, hogy figyelmeztető lövés, tehát fegyver használat egyébként nem minősül, hogyha emberre vagy most nem emberre, hanem tárgyra vagy állatra lősz, az nem minősül fegyverhasználatnak. Hát a... Még az a bajuk, hogy több száz ember előtt elsütöttem, mondom, hárman voltunk ott, de nem hárman voltak ott, de hárman voltak ott. Hát de... olyan... Nem férek be, jövök másik. Hát akkor menjünk másik autóval. Ezért emeltem meg főnök a hangomat, de olyan stílust képviseltek, hogy... megmondják, hogy hányan voltunk ott, mikor én voltam ott. Felosztom nekik egy észérvet. Mondom, hogyha nem hárman voltunk ott, akkor hogyan vették a bátorságot Ibizáék? Ezt mondják meg, hogy odajöjjenek és megkocsimat a rendőrség előtt. Ha nem mi voltunk ott, ha több százal lennének ott.
Na mindegy amúgy. Ne. Ja. Olyan dolgokat dobálóznak amúgy, azt én beleálltam. Tehát, hogy én nem mondtam, nem adtam nekik igazat. Aztán megmondták, hogy ügyvéd, ha lesz ügyvéd, visszahívnak. Amúgy meg le akartak lakatolni ezért. Na, még nyávogsz is mellé. Nyáv! Sziasztok! Csma! Jó napot! Csma! Köszönhetünk! Jó napot! Köszönhetünk! Jó napot! Jó napot! Jó napot! Tudok segíteni? Igen, lőszert szeretnénk vásárolni. De nem. Pisztolyhoz. Nem, és tegyet utolsó, hogy szeretnek ki az magukat. Jó napot! Jó napot! Hadátszoljon! Köszönöm! Szavasz, Lacus! Köszönöm! Önök, ha már itt vagyunk, akkor esetleg egy... egy ilyen bérletet nem tudnánk intézni a irodának. Ön mindjárt megkérdezem. Nem, nem is tudom én. Egy olyan 300 dobozzal szeretnék venni. Jó, akkor azt a félelem tudni, hogy nagy mennyiséget visznek. Tessék? Nekem azt le kell jelentenem a rendőrségét, hogy ők nagy mennyiséget visznek. Nem probléma. Nem? Jó, akkor majd utána megírom a papírt, hogy nagy mennyiséget vittek el. Rendben. Jó, és akkor megosztok be a pisztoly, ezen kívül más? Más nem. Gyerek meg kicsit. 30 ezeket. Lehet benne azonnal hozom. Gyertek befele, nem bírom egyedül lesz a sok lőszert. Gyertek. Ez a rohadt köhögés, baszki. Már kikészít engem is, nem csak tájpót. Nem kellett helyhetni. Hoppá. Nem, én kaptam. A legó kaptam. Önök, nekem a doktor azt mondta a doktor úr, hogy 2 hónapig fel vagyok mentve fizikai munkáról. Mindjárt adom a többit. Van róla papírod? Nem, szóban mondta. Szó, hát az a baj, hát egyébként, mert a szó elszáll. Hogy megvilagták pénzlel? Szó elszáll, az írás megmarad. Hát félek, hogy megint felszakadnak a sebeim. Valóban egyébként ott van még neki, de... Posztraumás stressz. Na, az is van persze.
PTSD-t van. Na biztos, az is van. Hát az a posztraumás stressz, PTSD. Még visszajönnek ilyen emlékképek. És ha velük álmodsz. Rémálmaid vannak. Olvastam. Nem tudsz aludni. Folyamatosan berejtékezel, rosszul vagy. Eszedbe jött egy emlékkocka, és mindig az jön elő. Lábosz a múltban meg ilyennek. Így van. Ilyen nem. Az elő szokott fordulni, hogy... merevedésem. Nos, hát rosszul szét van, ahogy... Hát az a tavasz fizifóbiának szokták hívni. Hát nem is tudom. Mondjuk 60 csomagot elvisz mindenki. Eléggé, múltkor eléggé rossz volt, mert fordultam egyet, és pont. Jó, akkor mit csinálod, nekem 100-asában van csomagolva. Mint a majdnem. Másik felé meg 50 esély. Melyik fele van a feleségvel csomagolva? Hát van egy 100-as csomagom, meg van, hogy a többi az meg 50-es. Hájöttem. Nem akartuk mondani azt, hogy... Szerintem szépen is, hogy felge? Jó lenne ezt. Azt nem is szeretjük egyébként. Szóval maradtunk annál csak így. Na mindegy, csával, akkor olyan merevedése volt, hogy megfordult a boltba, azt leverte a chipset. Tuki de Tupek, kösz a követés, szavaz. Igen, igen. Csak meg kérem, hogy engedjen ki. Nem tudom, mit szétszedítem, másik asztalnak. Én azt mondom, hogy ilyet én nem tapasztaltam, hát... Várj meg, fiam, mit csinálsz? Hát akkor meglátom az izét. Akkor ez lehet, hogy valami törzsi tavasz. Betegség? Törzsi nem, betegség nem, nálunk. Nem. Hát tavasz van egyébként. Na arra szólom, hogy gyanítani, tavasz van egyébként, tehát hogy... A hormonok? Hát megcsapta a múlt szemben. Bal jön be. A tonhal, érti? Jó, mind a pusz, le is teszem ellenés. Megcsapta, aztán onnantól kezdve, hogy másik kollega jöjjön. Elviszek még egyszer lenni. Ősi, ősi ösztönei. Ősi, megyek, sziasztok. Ó, szia. Sziasztok. Elviszek. Igen. Hova köszöngettek? Milyen viszlát hozni kell azt a sok szart? Nem hallottok rádiót? Csúszok, igen. Hozzátok már a lőszereket, hát ott van a pultnál. Igen. Te is, Antoni. Én fel vagyok mentve. Igen, te duplát hozol. Én fel vagyok mentve, főnök. Lábon lőtte. Városi. Így már. Igen? Nem tudom, vágod, múltkor mondtam telefonon, hogy valamelyik srác nagyon szemtelen volt, és mondtad, hogy szóljak, hogyha van megint ilyen, aztán... Igen. Hát, volt megint ilyen. Sajnos nem tudom megnevezni, mert finkom sincs, hogy kik ezek. Hát kik van majdnem, mindjárt meg tudod mutatni. Állj, akkor előkérítem a kivetőt. Akkor maradj itt a kocsinál, vigyázz rá! Ne, majd én figyelek, őrködök. Igen, neked mondtam, Antoni. Tegyétek be a kocsiba, hátla! Köszönöm. Nagyon jó. Jó, hogy így megvan a házom. Meg vagyunk? Igen. Így igen, megvan. Szuper. Rendben. Itt az igazolványom. Nyugodtan írja ezt majd a papírra, hogy a városi nyomozóiroda vitt el a műszert. Rendben, oké. Köszönöm, viszontlátásra. Viszlát. Itt volt ez a fehér autós, aztán a fehér autós, nagyon nézeket itt a mancsága kocsit. Oké, mit sem merevegyünk se. Jaj, hogy a Carlosnak? Igen. Van még bent, főnök? De, meg vagyunk. Nem tudom, ki hozta a másik autót, de ide már nem fér be több. Valóban.
jelentem, minden rendben volt a pakolás közben. Rendben. Hány csomag van még nálad? Egy. Egy? Igen, hát egy 50-es. Na úgy, oké. Hát elhozom kézbe aztán. Jobb be hátra. Rendben. Egy pillanat, mindjárt jövök. Te mondtad az előbb, hogy probléma volt? Probléma? Kivel? Az egyik nyomozóval, vagy nem te? Lehet a Havelund volt. Ha nincsen egy probléma. Na, figyelj. Bármi beleférhet. Jó estét, Ulak. Csoma. Csoma. Jó estét. Viszoltatok az előbb, hogy az egyik nyomozómmal probléma volt? Nem, én voltam, viszont az a helyzet, hogy ahogy megtudtam azóta, sajnos elhúnyt az ember, akivel ez történt, úgyhogy nem fog tudni előkeríteni. Nálam húnyt el, vagy nálad? Nálam. Megőszültem. Ja, köszönöm szépen, érted, nem esett jól. Igen, ez van. Megy az élet tovább, törögni kell. Sajnálom, hát akkor viszont látásra. Nem, hát így ez van. Csuma. Minden jó, csuma. Tő! Szia, Feka! Nézd! Hagyját, ne szólj! Nem, csak... Főnök, egyébként nem is vagy dagadék, nem is értem, miért csutbolnak ki. Na, ja. A főnök az tele van szeretettel egyébként. Igen. Mondjuk azért. Kerülj ki négy évből, főnök. Már megint sietnek. Hát még ha Carlos sietni, akkor megérteném. Nézd meg, lábcsukot, te szerencsétlen! Miért hova sietnék? Hát itt te vagy az öreg, neked kéne sietni. Neked van hát a kevesebb időd. Neked mindjárt semennyi időd nem lesz, hogyha... Oj, Bálint. Ne, nyújts ki, szed ki innen kell, hogy nekem mondani azért a dobozt venni a hátról. Önök azt mondták, 2 kilóig emelhettek. Igen? Az mennyi? 2 csomag lőszer? Hey. Az 50 csomag. Nos, uraim, van ötletük, hogy hova tűnt a többi rendőrségi fegyver? Rendőrségi fegyver? Eltűntek? Igen. Nálam csak egy darab van. Egy csokkoró. Ezt ki kéne számolni akkor. Na pillanat, hozom a listát. Rendben. Én vettem ki egyet a... 3 nappal ezelőtt. És hova tűnt előtte, amit kivettél? Az a kórház közben, én nem tudom. Ellopták a kórházba? Hát biztos.
Nem tudom, akkor bán, ráztam, bán. Már nem volt nálam, aztán... Jó, de baj, csak akkor tudom, hogy akkor legyet elloptak. Ja, lehet kicsenték a zsebemben, mert nagy volt a buli, aztán nem emlékszik semmire már. Froggy vodkát ittam, tudja. De többet ugyat soha. Érdekes a kérdés abúgy, mert 5-en vagyunk aktívak és 10 fegyver volt összesen. Hogy van, főnök? Te meg vagyok, köszönöm. Na, olyan fura a nézése. Na, szóval. Igen. Akkor. Igen. Tehát van a főnök, de összesen 10 fegyver volt itt, ugye? Igen. 10 sokkoló és 10 LVB. Húzz ki 2-t, melyem nekem. Miért kell neki húznom neked 2-t? Megyet elloptak tőle a kórházba. Tényleg? Hát nem volt nálam. Értem, tehát akkor egy sokkoló és egy LVB. Rendben, akkor ezt leszámolom. Tehát akkor ez már... Az ügyvédúrnál is van egy garnitúra. Igen, igen. Na szóval akkor a főnök, az már így nem, ja igen, az már így 3, vele megyünk mi. Jövittek külföldre, Jánosnál is kéne, hogy legyen, igen? Így van, itt van nálam. Ez így 5. Elővegyem. Inkább hagyja fent a slicét, köszönöm. Á, pisztolyra gondoltam. Hát, igen, az a piszta inkább maradjon ott. Tehát az ágyú. Tehát... 122 mm-es ezért. Nem volt náluk. Na, tehát Anthony magánál is van fegyver, ugye? Persze. Ebből az már 6, akkor Carlosnál akkor ez így már 7. Pálvölgyi Andrásnál tudom, hogy nincsen. Károly, Lakatos Károly, az már így 8. Meg van egy másik új kolléga is, akinek volt engedélye, nem? A Héddel. Meg a Hayden elvitt egyet, nem? Nem vitt el. És akkor 9 a Jason, a Jasonnél már kéne, hogy legyen. Van az a... Hát jó, akkor megvan a matek. Mert Andrásnál nincsen. Kardos Andrásnál nincsen, az öcsémnél nincsen. Akkor... Akkor meg vagyunk. Ennyi kéne, hogy legyen, akkor nem is kéne, hogy legyen bent több. Jó van, oké, akkor megnyugodtam. Ó, már azt hittem, hogy amelyik ötök villamos székbe kerül. Hál' Istennek, nem. Hát önök, én már voltam a villamos széken, képzelje. De egyszer csak megszólalt valami hang, hogy a Blalla üzletér következik, aztán leszálltam. Hát ez egy zseniális történet volt, János. Köszönöm szépen, sose találtam volna ki, hogy ez lesz belőle. Jövőben látók emberek vannak itt. Akkor főnök, van valami? Akármi nyomozati? Van, egy nyomozati dolog, nagyon fontos. Én gyorsan még visszaviszem okay. Az iratokat. Anthony, az a feladatod, hogy kinyomozd, hogy mi a különbség közted és a kollégáid közt. Nagyon fontos nyomozati feladat. Most rögtön? Igen, azonnal. Hát... Kárló, egy kicsit húzd már ki magad, hogy jobban lássalak. Vedd le a szemüveget. Jó, várjál. Hát... fiatalabb vagyok, jobb képűbb... Lehúzzam a srincet, vagy mi legyen? Felesettebb? Nem, nincs meg a különbség. Nincs meg a különbség! Leöregezed a kollégádat? Azt mondod, csúnya vagyok? Igen, ezt a Carlosért, igen. Miként ezt a Carlosért? Na jó van, de én megbocsájtok, segítek fölkelni, gyere. Vesz meg. Na gyere. Hát itt a szemüvegem. Hát több fogalmak sincs, ez most valami... Cibok egy cigit, aztán lesz fészkem megint.
kész átverés só, hát na, egyek rendben, vagyunk. Rendben. Carlos, mondd meg, mi a különbség közted és Anthony között? Elszántabb némelyikünknél. Odaadta a Fischen ellátott sebének az épségét azért, hogy megmentse a főnök urat. Nagyon jó. Állj ahhoz a világ cseréphez, Carlos. Ahhoz a nagyhoz. Rendben, főnök. Köszönöm. János, mondd-e mi a különbség közted és Anthony között? India Alfa Alfa, ami a nyakában van. Nagyon jó, örülök, és büszkén látom, hogy van köztünk igazi nyomozó is. Igyekszem, főnököt. Igyekszem. Nagyon jó. Na most akkor itt erről beszélünk, erről a kitűzőről, igaz? A nyakbalkasztóról. Igen, igen, pontosan arról van szó. Hát a főnök még nem nyújtott nekem át, ezt gondolom ki kell nyomtatni, vagy hát rendelni. Hát ezt meg kell venni. Hol? Hát bold be. Hát nekem senki se szól. De te szóltunk. Nem ott közszóltunk. Igen, szóltunk. Nem, nem. Nekem nem szóltak. De oda kell mennem Marika néni, ezt fel kell mutatni az igazolványodat, hogy te ki vagy. Látok már orvos Anthony, mikor voltál orvosnál utoljára? Két héttel ezelőtt, mag egészséges vagyok. Nem, folyamatosan szipogsz. Mióta ismerjek, szipogsz. Van valami bajod? Nem, ez egy gyerekkori. Hát ez egy gyerekkori valami betegség, hát nem tudom. Fázás? Nem. A doktornő mondta, autoimmun betegség. Azt mondta. Hát itt a tavas szerintem allergiás. Lehet allergiás. Nem. Azt már a Jánossal már kibogoztuk. Merevedés mi van? János, hogy mondtál? Zavar. Merevedés? Nem, zavarok nincsenek. Hát ilyen tavaszfóbiája van, tehát megérzi a donhasszagat, a húsboltat, aztán már merevedése van. Igen. Lentben. Szóval mennyibe kerül egy ilyen nyakbalkasztó? 250 euró. Nem, főnök, nekem nincs annyi pénzem. Most kaptál prémiumot. Hát azt elköltöttem. Mire? Nagy a család, küldtem haza a pénzt. Rendben, tessék. Köszönöm. Egy kis benzinpénzt is, utazási költség, BKV jegy, ilyesmi. Mennyibe kerül a BKV bérleted? Havonta? Igen. De úgy mondjad, hogy nekem is van GKV bérletem. 3000 euró. Mennyi? Nekem is van GKV bérletem, el tudni. És magának mennyi adják? 850 euró. Hát én magának nem kedvezményes? Igen, a fehéreknek, meg a túlsúlyban lévő embereknek olcsóban adják a jegyet. Valóban? Igen. Erről én nem is tudtam. Hát, igen. Én még ráadásul fekete is vagyok. Neki teljes áruba adják, ha jól tudom. Igen, nekünk ki van halakítva. Ennek fordítva kéne működnie, nem? Nem. Te vagy hátrányos helyzetű. Már nem. Most már ez már rég volt. Most már ki van halakítva a külön fehér szekció a buszokon. A feketék odaülnek, ahova akarnak. Ez mióta van itt, Bálint? Én még nem is hallottam róla. Igen, ilyen ez a BKV. Hát... Ez nem azóta van, amióta vannak azok a filippínyó sofőrök. Én még a mai napig nem tudom, hogy azok most nők vagy férfiak. Hát, ami olyan kedvük van. Lehetben figyelj, de legközelebb kérjél fászámlát a bérletre, és akkor az illoda kifizeti neked. Rendben. Az a baj, hogy nem csak egy blokkot adnak. Ilyen azért, mert nem kérdé még áfásszámlát. De ne, sima automatába kell beledobni a pénzt, és akkor úgy adják oda. De tudod, hogy akkor hozzad csak el azt. Micsoda?
Tudod, hogy megy ez? Szemből jól néz ki a filipino arány, aztán meg kicsit lejjebb nézve, azt nagyobb dolog dolg a lába között mindenket. Ahogy van, ahogy. Hát neki van a mennyasszonynak ott. Ez a fogalom rá, igen. A filipino arányok. Ezt elfogadom. Hát szépek, szépek egyébként, csak hát veszélyesek, mert nem mindegy, hogy kirak meg kicsodát. Ma azok nem a filippinok. Nem? Vagy a tájföldiek? Igen, azok a tájlányok. Tényleg, azok a tájlányok. Nem játszanak ilyennel. Köszönöm, Földe. Kérdésem lenne. Igen? Valami miatt nem akarnak nekem bankszámlaszámot csinálni. Mert és bemondták, hogy miért? Tudna vigyázni a pénzemre, a mai nap majd visszaadná. De valahogy nem működnek most nekem, azt mondják. De várnom kell még egy darabig. Hát, végül is persze, tudok vigyázni rá, addig beteszem a széfbe. Rendben. Nos, hogy gyöngyök pénzbe ezért, azt a 14 ezer eurót, hogy vigyázzak rá. Semmit látom. Aztán vigyázzon rá, főnök, ez minden vagyonom. Rendben. Amondta, visszakapod a vagyonodat, nyugi. Elmegyünk a rendőrségre, megbeszéljük a Carlosos ügyet. Rendben, mindjárt megyünk maguk után, csak elmegyünk gyorsan akkor a nyakbalkasztót lecserélni. Persze, de a Carlos, hogy ne jönnél? Ott a főnök, ott a kocsi. Tudjátok, nagyon fontos, hogy jó viszonyt ápoljunk a rendőrséggel. Ezt vissétek a fejetekbe. És nem csak a rendőrséggel. Mindenkivel nagyon fontos, hogy jó viszont tápoljunk. Ez így nem jó. Kinél van a kulcs? Nem nálam. Gratulálok, aki bezárta a kocsit, azt itt hagyta. Elég volt. Milyen autót? Hát a izére kocsira gondoltam, a papa kocsira. A Volkswagenre? Hát igen. Tehát nem tudom, nyilván a kocsia. Ú, de szép az a BMW, baszta. Yeah. Micsoda izé. Kicsi hűrdongó volt ott. Igen, szép dolog volt. Hú, ez is jól néz ki. Valamiért nincs FPS-en, baszki. Vagyis van, csak nem annyi, amennyi. Kényelmes. Aztán milyen napja volt önök úr? Ezek a beállítások nagyon is jók. Hát mondjuk én... Megültem az irodába. Dolgoztam. Van hobbija, főnök úr? Hobbim? Igen, igen. Van, igen. Ami azt illeti, van hobbim.
makettezik, mert én kinézem magába, hogy modellezik ilyen hajókat rak össze. Nem. A szervert üzemeltetek. Önök be tudná zárni ezt az autót? Szavasz, larger life. 1 millió éve. Á, főnök, jobb is, hogy ezzel a kocsival jöttek. Ki lehet nyitni az ajtót? Hát... Mi az ajtót? Így bemaradt. Ez belül nyílik. De ez belülről tud nyílni, nem? Rajta maradt a gyerekszár, ezt nem tudom kinyitni. Yeah. Hát az kívül, hogy iszuk ki a gyerekszárat? Hát úgy, hogy belül előre, főnök, akkor majd hátul működik csak a gyerekszár. Jó van, sietünk, János. Rendben. Lövések. Jézus. Szavasz, vaskéz. Na, kösz, nem. Végre. Nem láttad ott van egy kis pöcsék, azzal lehet kinyitni. A piros pöcsék. Lehet, hogy ez jó, hát én láttam egyébként, de hát... Na, nincs valakinél egy cigaretta. Ez nálam szúcs. Ez folyton dohányzor. Szevasz, Gustav. Hát dél múlt. Védelnünk kéne menni. Hát... Tiszteletem, jó napot! Nagy tervek vannak. Nagyon nagy tervek vannak a nyomozóirodával. Cucc. Hát igen, vaskéz. Nem, mindjárt kigyerünk, megkóstolom. Elég sajátos. Hát, igen, finom, csak műfajt képviselek, szerintem. Az a baj, nagyon két végletű. Valaki vagy ezt szereti, vagy kurvára nem érdekli. Sajnos a kurvára nem érdekli emberek vannak. Paraguayban itt nagyon igazán, tehát igazán finom csokit egyébként. Paraguay forró csok egyébként elég híres. Hát nem is kell igazából, most bemutatnom. És valamikor raknak bele egy kicsit chilit is. De ugye itt egy sokkal lassabb RP van. És inkább egy folyamatos storyline. Igen, nem evett még ilyen chilis csokit? Nem, írtoztam tőle. Általában karácsonyként. Az meg nincs senki. Szoktam enni, meg szoktam rendelni, meg venni. Erős pistás szaloncukrot is. Nagyon szerintem vagyok a beszélgetésnek itt ennyi. Mi? De nem evett ilyet, hogy erős pistás? Hallottam már. De hallottam már róla, de undorítóan hangzik. Nem, teljesen jó egyébként. És hogy kell ebből megtölteni, olyan mindegy játékot, csak csípős? Hát úgy van, erős pistával megtöltve. Atom finom cucc egyébként, tehát ott szurom fáj. Mondja el nyugodtan, főnök, mi a baj? Valami baj van? Nézzétek már, kollégánk. Mi a baj? Mint hogyha csalódott. Mi a baj? Főnök úr, mi a baj? Főnök úr? Nincs ebben, nyugodjatok meg. De valami baj van, főnök. Ki vagy simulva? Egy baj van, tudjátok mi a baj? Igen, én vagy főnök. Ti kávéztok, és én nem kávézok. Ez nem adok. Baj. Forró csokiznak egyébként. Már hát főnök, én ezzel főnök, úgy vagyok, hogy egy ilyen kaliberű RP-ben nincs vesztes. Cukrot bele. Az, hogyha már egy kurva jó RP-ben benne vagy, ott már csak nyersz. Megnézem, mit tudok.
megnyered azt a több órás élményt, vagy több napos hetes Fenek. Élményt. Hogyan? Szerintem ebbe a halottásra bele, mint én. Nem, ő is szereti szerintem. Nekem nincs ez semmi bajom. Szálljatok ki a lelkemből. Én tök jól vagyok. Szexuális bűnök, mondd el, nekem elmondhatod. Miért ilyen ideges? Ó, de én azt idét kérdeztem tőle, hogy evette már erős pistás szaloncukrot. Evettem, igen. Na, azt tudja milyen jó? Hát nem rossz. Na, ugye milyen jó? Nem undorító. Teljesen jó egyébként. Elsőnek a mentsi beütésre, utána meg elkezd már. Erős pistás táblás csoki is, ha jól emlékszem. Igen, igen, van, meg van ilyen csilis csoki is egyébként. Múltkor elben azt hiszem egyik ismerősömnek vettem. Köszönöm. Neve napja alkalmából. Hát kétszer csípjen neki. Én azt mondom, hogy akkor is olyan erős pistás szaloncukor, mint hogyha cukrot tennénk sóval. Nem, nincs értelme. És a szezámmagos mézes csirke? Ú, az nagyon jó, az is jó egyébként. De ja, és a másik... Na, a másik egyébként, ami kedvencem volt iskolában, volt ilyen csirkemmel, és ananásszal, meg sajttal. Ilyen ananászos csirkemmel volt, tehát ananásszal, meg sajta. Én azt nagyon szerettem. Azt a gusztustalan meg szószós csirkét hozott fel. Ú, azt is szerettem, azt a menzekajányot, ez imádtam, mindig ilyen kis... Tököljön meg, aki rá tudta tenni alá a tányélja gyerekeknek. Ilyen kis, olyan, mint a nokedli, csak még kisebb, ilyen nem nokedli ízű, ilyen tészta volt mellé, nem? Na, nem tudom, nekem a milánói volt a kedvencem. Ne. Az is jó. Milánói sebb, és ilyen csokis babacskóta, de ne utánozzon főnök. Ja, igen, a főnöknek is az volt a kedvencem. Mivel piskóta kockáról beszélek Sodóval. Te nem azt mondtad, hanem a Milánóit. Nem, Sodóval, Milánóit. Az és a kusztustalanságádám, aha. Fú, geci. Esküszöm, rendesen felidegesítettem magam, hogy az volt a kaja. Igen, igen. Azzal a natúr csirkével, azzal a száraz gecivel. Fú. Nem, mert iskodnás csak jöntett volt a desszert. Ja, értem. Lehet arra volt, nem tudom. És a rizskók? No, az nem. Az, de, az, de, az, de, az de. Nagyon finom. Ó, jó kis barack lekvárral. Igen, vagy szilluppal, már mint izével, vagy, szörppel. Vagy ugyan, málna szörppel. És szigorúan. És a borsó főzelék sert és pörkölttel. És a vadasuk is, az a kamu vadas, az se rossz. Hogy rohadjál meg. És a vadas, mi? Mi igen, a vadas? Ilyen vadásbátás. A konyhásbácsi szerettem kényeztetni születben, igazából. Ez hogy érti, főnök? Hát úgy, volt ilyen nagy hátvakalója, és mindig szerette, ha vakalják a hátát. És akkor dupla kaját szedett. Én meg kávéval szerettem lekenyerezni a konyhás tényéket, aztán a főnök, mindig jutott nem az én nutellás kenyér. De csak a hátás kellett. Nem, én adtam volna triplát, hogyha nem csak azt vakarta volna abban az idejében. De csak vicc. És a izé, császár morza? És a barátfüle is. Jó. Parádfele, úristen, ja, meri még. Ja, meg a pöcsömöccse, nem? Nem. Úgy hívták, hogy parádfelein háromszög alakú ilyen túrós cucc volt, zsemle morzsával. Ó, én nagy izány nagyon szerettem. Én császár morzsáról beszélek. Pöcsömöccse. Hát most érted, nem ugrik be. Tudják, mi a kedvenc süteményem? Az a túrógombóc. Nem, olyan, mint a persze, hogyha Raffaello, akkor a túrós, csak igen. Házi, ilyen, olyan, mint az a csokis Raffaello. Nem, olyan, mint olyan gondolod is ebbenek, hogy milyen szegény kaja lesz ez. Mi lesz a következő, a Fanta szelet, vagy mi? Jó napot kívánom! Jó napot szelet egyébként! Tiszteletünk. Üdvözlöm, köszönöm, hogy jöttek. Szóval a... Nem vagyok felső vezetőségi tag, azt jelezném, tehát hogy csak... Semmi probléma, ha tudnak az ügyről. Alsó vezetés. Igen? Ha tudnak az ügyről, akkor
gondolom, hogy meg tudjuk beszélni ezt a dolgot. Mit szeretne megbeszélni? Hát tudnak az ügyről? Tudunk az ügyről, igen. És leleválsak? Mondja, hogy mit szeretne. Hát beszélni róla, hogy mi történt, mi a panasz, ilyesmi. Hát most erről jelenleg nem tudom tájékoztatni önt. Tehát akkor figyel is róla, hogy miért jöttem. De tudom, vagy hát sejtem, hogy miért jött, de ha nem mondja el, akkor nem fogom kibarkóbázni, ez biztos. Hát maguk tettek panaszt. Nem panaszt tettem. Vagy akkor mit tettek? Jó, tehát József, tehát akkor tájékoztatom önt. Igen. Hogy a kedves kollégát, Carlos Puerta, őt feljelentették egy üggyel kapcsolatosan, ami azt hiszem, mit történt a kapitányságnál? Ha jól emlékszem. Igen, kapitányság előtt, hát, igen. Akkor jó van, nyomon vagyunk, menjünk be esetleg, és akkor folytassuk bent. És jelenleg várunk egy ügyvédet, illetve egy jogászt. Utána meg tudjuk beszélni. Rendben. Azért is mondtam kedves Carlosnak, hogy megkeressük, hogyha itt a ügyvéd is a jogász. Hogy ezt meg tudjuk beszélni kultúráltan, és ne egymásra ordítozva, vitatkozva beszélünk a kihallgató helységnél. Bent. Vagy hát akárhol. Jó? Szomorú is lenne, hogyha egymással kiabálva és vitatkozva menne ez a tárgyalás. Így van, azért mondtam, hogy ezt kicsit... Igen, azért mondjuk, mert ez szomorúan megtörtént, amikor az úr ott volt a kihallgatóba, tehát azért... Azért magának nem. Is volt egy stílusa, nem mondja, hogy nem. Nem tudom. Jó, minél közbe vágnék a történetnek, tehát itt egy-egy az állás. Maradjunk annyiban. Értem. Meghallgatnám mi valami foci meccs? Szemszögéből is ezt a dolgot. Én beszélek a rendőrökkel, rendben? Veletek már megbeszéltem mindent ezzel kapcsolatban. Főnök. Szóval, ha esetleg el tudnák mondani önök is az álláspontjukat, akkor szívesen meghallgattám. Jó, én nekem az álláspontom jelenleg az, hogy beszéljünk egy ügyvéddel, illetve a jogásszal, és akkor utána, ha beszéltünk velük, akkor behívjuk kedves Carlost, illetve az ügyvédjét, és hogyha szeretne, akkor önt is, és akkor megbeszéljük ott a történt dolgokat. Esetleg vagy... a történt dolgokról jó, tudnánk igen. beszélni, hogy mi is történt pontosan? A kedves kollégám tudja elmondani történteket. Történt feljelentés. Úr? Igen. Á, szuper. Vagy ez probléma önnek? Nem probléma. Jó. Történt egy feljelentés, bejöttek hozzánk, történt egy feljelentés a Puerta úr ellen. Hogy rálőtt itt két civil állampolgárra, akik baseball ütővel ütötték az autóját. Mi ezt a feljelentést rögzítettük, megkerestük a Puerta urat, behívtuk a kapitányságra. Ennyi történt, meghallgattuk az urat. Egyelőre itt tartom. Haló? Rendben van. Köszönöm az idejüket, akkor ha aktuális lesz, várom a megkeresésüket. Mindenképpen keresni fogjuk magukat, ez természetes. Köszönöm, szép napot, viszontlátásra. Viszlát. Mi az, hogy egy-egy az állat? Na most már tudja, miről beszéltem. Legalább. Még ennél durvábban is beszélt egyébként a kihallgatóba, csak mondom. Azért remélem, jól vagy, Carlos. Megviselt főnök, tudja. De nem vagyok ennyire törékeny. Főnök, kinyitni ezt az autót is? Igen. Nem is értem meg. Köszönjük. Törzsőrmester úr, talán nincs ezzel valami baj, hogy ez így hogy jött le neki, a baj van vele. Nem mindegy, nem értem. Isaac, ketté teleportálódott valószínűleg valahol. Nem tudom, a 90-es évek elején és a 2030-as évek fele van valahol középúton. Mindenki megvan? Igen, mindenki.
Már verekedés folyik a fuga itt a kockapartnál. Igen? Igen. Lehet bár oda megyünk, szétválasztjuk őket, aztán elmegyünk. Geci. Hagyják abba! Fejezzék be! Fejezzék be! Menj majd, ne dagadj! Hagyják abba! Nyugodjanak meg, ez nem volt meg semmit! Jaj, normális már! A saját emberre is összeveri, öcsém! Álljon meg! Hallott a vadászkutya, ki mondta, hogy megy utána? Megütötte a kollégámat. Erről beszélek folyamatosan. Olyan vagy, mint egy rossz Bernáthegyi, aki nincs megnevelve. Hát de megütötte a kollégát. Te meg hogy a picsába szállt ebbe a kocsi oldalába, Bálint? Megcsúszott itt ezen a kis, meg itt vannak ezek a... Hát nem tudom, hogy egy küszöbök, amik megállítják, ahogy jelzik, hogy már nem lehet tovább menni, és abban megcsúszott az autó. Hallották, mit mondott a Mercis? Hát nem, mit mondott? Nem. Jó, már én igen. Mit mondott? Hát, hogy vér... Valaki mesztelenül szaladkál elő! Más név. Miért vagy itt egy pucérember? Jó, hát mi nem az én NATO KFOR erői vagyunk, itt egy békefenntartók legyünk, szerintem. Szerintem se. Vigyázzatok hátulról, oké, okay, mert fordultak. Csak az jártam meg, mert ilyet még sose láttam. Lehetben bekapunk valamit, mit szóltok? Csak a János ne szóljon hozzá. János ehhez ne szóljon hozzá, és akkor benne vagyok. Elővegyem a 20 centis mérslét, bekapják, kollégám. De nem megyünk sehova. Már nálam is van desszert, egy 25 centis kalippó. Jók is. Képzeljék, volt szerencsém, Michelangelo szobrával is összemérni. Aztán kiderült, hogy nagyobb az enyém. Szerintem a József úrnak a legnagyobb köztük. Mert ezt a fajta kommunikációt tartalékolják otthon a barátjuknak, lehet már? Rendben. Elvileg a Horizt nyitva van, hogyha jól láttam. Ahol addig ez? Igen. Lehet be, akkor oda megyünk. Na most éppen visszapörgettem azért ezt a Twittert, aztán mint ott láttam, hogy a Horizt nyitva. Az, hogy mikor, hogy meddig volt nyitva, hogy meddig van nyitva, az egy jó kérdés. Megjön az a szerencsétlen autót, Bálint. Miért? Na néha tiltáson van, aztán megállsz, aztán elindulsz, megállsz. Miért nem tartasz egy fokozott sebességet? Mármint a rengeteg beszélt. Igen. Nem értem.
ezt direkt csinálja, hogy szerintem az Anthony. Á, Anthony, te vagy? Ne, csak szólok, egy gyenge fel a felújítás, az nagyon drága. Itt most valami kiválik, kivilágított check, valami check, valami. A check engine, arra azt mondják egyébként, hogy felnyitja a motorázt, hogy itt azt megnézi, elvileg utána eltűnik. Igen. Na, szerintem ennyi azért komplexebb. Még szóval van a pénze, hál' Istennek ki tudjuk fizetni belőle. Bocsánat, főnökor. Főnök, hagyja kinyitva a izét, a motorháztetőt. Hogy felnyitva. Hozok gyorsan egy javítókészletet. Önök az összes pénzen magánál van, hogy megkívna egy menüre. Jó itt a kaja? Na, szerintem jó, igen. Szerintem zárva van. Basszus. Zárva van, főnök? Igen. Az mondjuk baj. Hát. Én tökre be vagyok golyózva. Pedig hátul valami füstöl. Igen? Igen, lehet, hogy ki kéne hívni a tűzoltóságot, hogyha magára hagyják a fritőzöket, meg ezeket. Ez életveszélyes. Semmi, csak kinyitottam az ajtót, ezt megmutattam. Ha meg megáll a kocsi, van a kocsink mögött, aztán elkezd tolatni. Önök ezt be kéne jelenteni. Stáplázott a szemem. A klímaberendezés füstölt. Tűzveszélyes. De mi ez? Folyadéklevezetés sincs neki. Na, füstöl a klíma, hogy... Ez nem tűzveszélyes lenne, főnök? Maga jobban érte ezt. A forró a dökömbölt, tudja, mert Tony. Nem megyek hozzá közelebb, mert ez izeg is. Nem zárna tör. Kinyit az ablak. Kinyitotta? Nem tudom. Ez ilyen mozgás érzékelő, baszorkánság. Mi? Ez baszorkánság! Ez mi volt? Akkor nem csak én láttam. Nem. Jó, én mentem. Megmérgeztek minket. Ez főnök, ez a klíma miatt volt, a gázok miatt. Én mondtam, hogy na, be kell jelenteni. Ugye szellem? Ez a klíma miatt van, a klímagázok. Megjelent egy szellem. Úristen. Tűnjük előtt. Lehetben elmegyünk, megnézzünk egy helyet. Mit mi? Hova megyünk? Közel van a szellemhez, főnök? Nincs. Rendben. Akkor mehettünk tőlem is. Nem tudom, ki volt. De valami volt a... Valami volt a szellem kezében, nem? Vezess, légy szíves. Én? Igen, a Palettói vasútállomásra.
az merre van? Sose jártam még arra, GPS-be bejönni a bőnbe. Rendben, főnök. Persze, minden rendben van. Jézusom, nem bűnösszek minket Antoni. Nem. Lassabban. Nem érzem ezt a kocsit, főnök. Milyenben nem kell 170-nel mennünk, Jézusom Isten. Meg ez a makkot cipő, ami kötelező, csúszkál itt a gázon. Jaj, meg inkább. Meg a féken is. Nem, semmi gond, főnök. Jól vannak? Persze, mindenre men. Nézd meg, csúszkál ez a cipő. Nem vagyok én ez a makkos cipő szokva. Mosó. Ez a lábszag. Nem is büdös, használok sólt. Mondjuk egy kicsit, ja. Elnézést. Az alá. De most bezidláb vezetsz? Igen. Érzem. Kicsit letekerem itt az ablakot. Sose voltam még erre fel a vidéken. Közben elmondom, hogy miért megyünk oda. Rendben, főnök, miért megyünk oda? Tudjátok, egész este nyomoztam. Mondjuk lehet, hogy ezt nem menet közben kéne megbeszélni. Húzod fél le valahol. Itt jó lesz? Hát, igen, csak miért látottad be a kérdéséket? Normális vagy? Nem értek annyira ezekhez a luxuskocsikhoz. Szállj ki, állj meg, szállj ki, majd én vezetek. Ez is a szellem hibája volt? Nem. Azt hittem, hogy te tudsz vezetni. Tartok egy kis eligazítást. Jó vagy? Jó vagyok, igen. Na, csak egy megy. Na, figyeljetek. Mint tudjátok, elég sokat ültem az irodába és dolgoztam. A sorozatgyilkos, aki a lilahajú nőket öli. Most van sorozat... Tessék? Most van sorozatgyilkos. Az egyik áldozatát találtuk meg a Búzaföldön, emlékszel? Hát arra azt mondta, hogy na mindegy, inkább a könnyedjük-e. Hát az a papíron a patológia azt mondta, hogy hátsókali szívinfarktus. Persze, és közben befestette lilára a haját. Én nem voltam itt, miről maradtam le? Van egy sorozatgyilkos, aki nőkre festi a nők haját, aztán megöli őket. Nőkre festi a nők haját? Ilyen úgy dolgokat. Várjál, így van amúgy az akta. Szóval lilára. Nos, elvégeztem a hadszögelést. És az egyik lehetséges búvóhelye... Értesség, Antonétlen. Az valahol ott van az üzemeknél. Majd nézze. Melyik üzem? Hát ott
vasútállomás környékén. Mármint, hogy ott? Arra? Igen, arra. Csak eljövünk előtte erre, hogy aztán visszafordulhassunk. Carlos, vedd le a cipőket és ugorj be ebbe a patakba. De most hát nem áll. Aztán hagyjad, hogy elvigyen a zár. Köszönöm. Ez parancs volt, én úgy értettem. Tényleg? Szóval. Szerintem is. Szerintem csak vicc. Ti is hallottátok? Szóval a hasszögelés oda mutat lehetséges búvóhelyeként. Most legyetek óvatosak. Rendben. Rendben, menjünk. Vezetek én, főnök, szívesen. Nem kell, hagyjad. Nagyon azt szívesen. Olyan feka, hogy egy kocsit vezetni. Még egyszer, főnök, ezt nem értettem. Azt mondtam, azt hittem olyan feka vagy, aki tud kocsit vezetni. Ezt kikérem magamnak, nem vagyok feka. Akkor mi vagy? Büszke fekete férfi. Azt hittem olyan büszke fekete férfi vagy, aki tud kocsit vezetni. Na, mit? Fekes, de úgy látom, csak egy feka vagy. Én hazagyalogolok büszke feketénként. Engem nem fog lefeketézni. Megteszek mindent itt. Én fekete, büszke, fekete férfi vagyok. Lehetben őbe, herceg. Még egyszer. Herceg, üljön be. Afrika hercege. Uganda. Az. Vagy Wakanda. Mr. Uganda. De én vagyok a wakandai fekete párt. Az vagy te, inkább Duranda vagy. Mi? Duranda. Wakanda. Wakandai fekete párduc. Át is írom a Tinderen a nevemet. Fekete párducra. Mit lehet tudni, főnök, erről a gyilkosról? Hát, hogy gyilkol. Akkor gondolom veszélyes. Hát, de jó lenne, hogy nem világítene bele ez a nagyon szomszéd kocsikon. Szavaz, Hammer! Mi a helyzet? Hogy meg beledéztem már. Faszom, abban a zseblámpájában fődögom a segjébe. Te még egyszer kivilágítasz a kocsimat, belevilágítasz a szemem, földögöm ezt a lámpát, talpász meg! Nem köszöntem neked? Parancsot követtek! Lehet. Az én parancsomat biztos nem. Szia, Dév! Igen? Földögöm a senket, azt a lámpát, azt villoghatsz! Akkor ez egy veszélyes követő. Hány gyilkosság kötető már a nevéhez? Hat. Hadd gyilkosság. Igen. És semmit sem tudunk róla többen? Hát, sajnos nem. Basszus, most mondta Nagyi amúgy rohan be, hogy bazd meg kulló. Főnök, nem erre fel lakik a Vargesztinek van eszembe jutott a nőnek az anyukája. Nem erre fel lakik. Tényleg, erre fel lakik. Ez nincs veszélyben egyébként. Nem tudom. Amióta egyébként beszéltünk vele, nem találkoztunk vele. Ilyen még egyáltalán. Ránéztek a rendőrök. Nem tudom, én előtte se találkoztam vele. És főnök, mi a protokoll egy ekkora gyilkos ellen, hogyha meglátjuk, akkor... Rögtön hát, egybert fogunk rá, vagy először csak szép szóval megkérjük, hogy... Próbáljuk elkapni. Főnök? Igen? Esetleg vissza tudnál rakni a kulcsot ebbe az autóba? Sokkal könnyebb lenne. Hallod, igen. János, nézd ide!
Gyere, csak ide, csak ezt azt lábát fölnyomom, segged, basz, villoghatsz, mint a izé. Nostradámi toronyi. Vicceltem, János, na. Helyre is vidd be, hogy a seggedbe. Nem lesz vicces. Köszönöm. Gyorsan megpróbálom, hogy kiütögetni a hibákat, ha nem baj. Hagyjad most. Most nem ez a legfontosabb. Rendben. Valóban, hogy Carlos, világítsuk ki a szemed. Ez az. Mi ez az? Csak... Kapott egy kis retina pettinget. Ez biztos. Na most már hajnalodik. Igen. Én nem a sötétség miatt világítok. Hát a saját sötétségedet nem tudod megszüntetni. Ez igaz. De én csak azért világítok, hogy János... mondhassa, hogy miért van mindig Szabin. Köszi Kárdasz, hogy egyébként a szemembe világítasz. Hát, ne nézz hátra! Kérhetnék egy kis komolyságot, éppen egy hatszoros gyilkos keresünk. Köszönöm, Anthony. Ember a sinem! Fut előlünk, főnök! Mi legyen? Hát kapjuk el! Utána! Hát de hok! Nál! Óvatosan! Lehet, hogy fegyvere van! Álljon meg! Megállni! Nyomozoljon oda! Snál! Erre ment! Jézusom! Lövés! Fedezék be! Ki lelőtt? Ránk lőtt? Te zuhagyatok már utána! Teljesen nem vagytok normálisak! Eltűnt! Carlos, gyere már vissza! Gyere vissza egyedül! Ott van! Jó, hogy az Anthony, oké. Muszáj volt a társam után futni, főnök, nem hagyhatom meghalni egyedül. Add ide anyagbeakasztódat! De miért, főnök? És a szolgálati fegyvereidet is! Itt a vége, Carlos! Főnök? Minden alkalommal eljátszod ezt! Minden alkalommal! Én nem fogok miattad bíróságra járni! A társam előre futott, hát hagyja meghalni! Te meg futottál utána! Hogy megvédjük egymást, igen! Nem, most mi eddig biztosítunk, jó? Te miért futottál előre? Azt hallottam, hogy kapjuk el. És azt már nem hallottad, mikor mondtam, hogy ne menjetek utána? Azt nem. Csak azt, hogy kapjuk el, akkor kapjuk el. Én megálltam, aztán egyszer csak azt mondanom, hogy megint vannak főnökén. Kurva életbe! Szedjétek össze magatokat, nem tudom, feltűnted egy automata fegyverrel lőtt ránk. Mit akarsz csinálni? Mit akarsz csinálni, ha utoléled? Én nem láttam el a fegyvert, bocsánat, hogy közbeszólok felnünk, de nem kéne utána menni? De igen. Hát most már hiába menjünk utána, mert szerintem eltűnt. Még itt lehet. Még bárhol itt lehet, igen. Vissza az épületbe!
fel, nyitva vannak az ablakok, főnök. Csak lassan, csak lassan. Bármelyik doboz mögött ott lehet. A laktár tiszta? Úgy néz ki. Még nem néztem. Nem látok mozgás kint se. Bent, bent. Remben. Itt, halló, itt várjá. Egy nő. Halló, itt egy nő, jöjjetek be. Való ott életbe. Picsába! Aztán... Mi történhetett vele? Hívjuk a rendőröket, illetve a mentőt. Ennek már mindegy a mentő szerintem. Na, főnök, ennek nem nagyon. Hát a rendőrség kell. Hát semmi ez kell. Pulszus főnök. Akkor szólok a rendőrségnek. Ben. Itt lehet még valahol. Vigyázzatok, ez a hetedik. Hagyjuk a hullát! Nem! Carlos ott marad vele! Akkor kéne nekem egy erősítés, akivel látni csak az egész épületet. Hát, ha még itt van. Én és Antonio színeknél vagyunk. Rendben, akkor én folytatom erre. Egyelőre itt vagyok a hovatásnél. Én kellesen, nem tudom mi van, megfagyott egy helybe. Tétlenül. És megint elkéstünk. A bejárat felől tiszta. Nem tudom, meddig mennünk még. Vámam sincs főnök, úgy tűnik tiszta. Micsába, lehet, hogy nem sokkal késtünk el. Nick. Mi lehet ez? Akkor ő is ugyanaz, ennek a hölgynek nincsen lila haja. Szerintem pont akkor zavart meg, mikor lilára festette volna a haját.
Mi legyen, főnök? Itt vannak a rendőrök, ahogy hallom. Igen. Fogadjátok a rendőröket, mondjátok el nekik, mi történt. Hátori és én tovább keresünk itt a színeknél. Legyek eléjük. Előbb várom még egy. Figyelj oda! Nem lehet messze. Igen. Merre van, főnök úr? A gyilkos. A színeken vagyunk. Látnánk, hogyha tovább futott volna? Vagy inkább felfutott oda az erdőbe? Szerintem... Önök bármi fejlemény? Fogalmam sincs. Megmondom az őszintén. Nincsen. Nagyon gyors volt. Megijed. Itt van! Jó vagy főnök! A rendőr életben? Hegyen, fent! Hegyen, fent! Hegyen! Mi legyen a parancs, főnök? Megyünk, fedez! Találtunk ilyen szobákat itt az emeleten. Lelkültek a hegyről! Értesítem a rendőröket. Márről! Én balról kerülök, balról kerülök. Nem tudom, itt egy hegy. Márra van, főnök úr. Egy kurva hegyen mondom, egy kurva hegyen. Te a főnök úr már nem ahogy magára lőtt. Ez egy kurva nagy hegy. Tudni. Lesz legfőbb. Eljön. Gyere fej. Hol vannak? Tiszta főnök. Jöjjön. Már vagy főnök. Egy hegyen! Jó, négy, mert egy kibaszott hegy, az elég kurva nagy. Hát igen, mit mondjak? Itt vagyok a fenyőfánál. Hát igen, ez van fel. Jobbá. Vannak ilyen víztornyok, erre fele van? Szerintem kintebb vagyok. Vigyázzon, vannak itt, simán át tud gújni. Merre ment a vágó telepő részterep felé? Nem tudjuk. Mi még mindig a sinyeken vagyunk, jön ennél kis pontosabb hely meg a terüzes. Hallom a lövésre! Egy jó volt!
Szóltatok a rendőrségnek? Igen. Itt vagyok a szélén, ilyen farmoknál már majdnem. Hol vagy el, Tobi? Jól vagy? Vagyok. Valaki tudnám mondani? Erre vagy, főnök. Itt vagyok a hegy oldalába. Hát igen, elég nagy hegy. Ugye meg, főnök, mi van a hegy aljában? A hegy aljában termőföld? Jó, oké, akkor a keleti felé lesz. Önök. Hál' Istennek megtaláltak. Jó vagy, főnök? Önök. Kérek egy mentő egységet, gyorsan siessetek már! A főnök leesett. Tiszta vér itt minden. Kurvára tiszta vér a lába minden. Kezdjetek, igyekezzetek már. Így, bazze, így. Nézi felfel a fegyre. Kell még egy ember. És kurvára siessetek, mert itt egy fegyveres valahol, szóval... De azzal foglalkozzatok már, a főnök haldokli. Na most... Elméletileg valaki megcsinálta nekem. Jó, megszerelték nekem. Bassza meg, főn. Hát azért nagyot estem. Kurva nagyot. Hát ez meg ide nekem húzzalak. Nem is. Fogjuk meg is, vigyük le. Rendben. Várjál, erre konflikt velem. Fogjuk meg, gyere. Te fogd meg ott, én meg fogom itt. Menj. Hát. Egy, kettő, három. Most azt hiszik, hogy hosszú óba vagyok? Hát ez így nem lesz jó. Te mi az a lyuk az arcát? Esetben. Hívd a mentősöket, menj le itt, addig én a terepet őrzöm. János, küldem, hol vagyunk, azonnal hozd ide a mentőket. Vigyázz, mert van egy fegyveres, Bálint. Bálint, addig nézed a főnököt, jó? Addig én itt a terepet körbe nézem. De azért messzire nem menj, mert hogyha jön vissza a motoros, akkor csak egyedül vagyok. Bálint, hogy be van szarva? Azért messzire nem menj! Na, brunyálok egyet, mindjárt jövök.
Ki az Isten hívogat ilyenkor? Mi van, Carlos? Megjöttek a mentősök? Bálint, én rákötöttem a felsőmet a lábára. Megnézted már a pulzusát, ha van-e még? Nem értek hozzá, Bálint, nézd meg! Jó, megnézem. Addig azért fedez? Fedezd le. Adj ki bőnek. Éve. Erre kicsit megnyomom. Érzel valamit? Igen, igen, még van pulzusa, de nagyon gyenge. Nem sietnék én ezzel a mentővel. Figyelj János, nem tudom, hogy mi költség van erre, vagy hogy lehetne megoldani, de lehetne sietni azokkal a mentőkkel, de marhára. És nem tudom, hogy fogtok feljutni autóval ide a hegy oldalba, de sietni kéne. Várjál, hát ha el tudjuk még vinni odáig valahogy. Vagy nem kéne mozgatni, hát ha rosszabbodik. Én nem bírom el. Hiába próbálom, nem elgebb. Hát figyelj, csak egy mozdon tudjuk meg. Na mi van? Nem bírom el esetre. Nem jön a mentő. Próbáljuk meg ketten, gyere, fogd meg. Gyere, fogd meg. Jaj, gyere. Oké. Már hallom a szirénát, közel a segítség. Pász meg, Lenes. Gyere, segítség, vigyük le. Segítsetek. Ne, gyere. Lenes, vigyük le. Le tudjuk venni. Hát azt próbáljuk. Lassan! Ne sejessük el! Valaki jön el segítségnek! Fogom a fejét itt! Remélem be! Carlos, menjen már a mentőkhoz, ha itt vannak! Hát már hallottam valami szirénát! Azért mondom, sziréneztek már! Bassza meg! Nagyon nagy csúlya van a főnöknek! Hát valóban! Tele van szeretettel! Az biztos! Tiszteletünk! Agyisztan! Mi a helyzet? Segítsen! Lelőtték, segítsen levinni! Dehogy lőtték le, csak leesett. Vagy hát akkor leesett, nem tudom mi történt vele. De bárjunk, hogyha most lezuhant, akkor legalább egy nyakmelevítő, gerincmelevítő, hát nagyobb kárt okozhatnak, hogyha mozgasszák az eszész után. De ide nem bírnak feljönni a mentősök, hát, azt mondták. Valahogy le kell juttatunk innen. Vigyük oda egy picit arra. Itt ott van egy kicsit síkat terület. Itt. Merre, János? Itt, elrém. Itt egy picivel síkabb lenne. De hogy volt fejlövés, nem? Leestem. Szerintem ide már fel tud jönni, nem? Hát csak fel tud sétálni. Csak fel tud futni. Ez egy kis ipiros. Nem tud följönni. Vigyük le, még próbáljuk meg. De hogy? Jó, megfogom, merje. Fogod a lábánál? Fogom. Jó, menjünk. Én megint csak fogom a fejét. Tovatosan. Bassza meg, honnan? Erre menjünk felfele. Ott a fa mellett. Bírja ki, főnök úr, szeretjük magát! Igen. Itt le tudunk menni. Itt le? Erre. Csatlóba láttál fejlövést. Itt le tudunk menni. Ne arra fölfele, lefele. Itt lefele. Merre. Erre. Rángasd már a lábát, szerencsétlennek. Erre. Én sem bírom, hogy bírjást ezt a nagy toka fejét fogni. Na. Úgy. Itt van minden. Biztos, hogy lebírunk. Század pedig ágyuk, olyan nehéz. Megoldjuk, csak menjünk. Erre, tartom. Ez lesz az. Mindjárt megnézem. Ne siessd el lehetőleg. Óvatosan. Hát ez biztos. Jól, biztos lesz. Óvatosan.
Csak lassan, szépen lassan. 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 Bazd meg. Bazd meg. Carlos, itt vagyunk lent a földön. Meg van még. Bassza meg. Jól vagy. Rám esett. Hát igen, láttam. Jó, itt már, itt legalább már megmarad. Jó, itt már jók vagyunk. Kéne szólni a mentőségnek. Itt van. Sikerült lehozni. Leesett a hegy oldalról. Igen, segítsenek rajta. Pont ide szólt a Libó, úgyhogy jó. Na, az úrra felhelyezik egy gerinc és egy nyakparagítőt. Már megcsöztem. Rá ezek egy húzok szuvétert. Jó. Miért neki a húzok stőbb volt neki? Igen? Igen, igen. Jó, akkor megnézem, hogy tegyek állna és hátra. Szondja. Egy percig megnézem neki. Jó, ha, hát... 16-17. Akkor jó, akkor van neki. Tehát a Carlos-t háromszor? Meghallgatom itt a légzését. Jó. Jó, lélegzik, kicsit lassan, de lélegzik. Nem kaptam fejest. Én, hogy úgy egyedül állok a kertjén. Fején. Hát ott már nem is volt lövöldözés. Jó. Megnézem itt a könyökenyés lázó kisebb sérülcsi szépen. Rendőrök, biztosítsák a területet. Hát ha mindenki azt kéne nekik. Lövöldözés! Fegyvert elő! Főnököt védjétek meg a mentős lóta. Igen, mert maradjon itt. Mondjuk attól lehet felsérülés, igen. Eséstől lehet felsérülés, igazad van. Jó vagy, főnök? Mit történt? Főnök, jól van? Kicsit megcsúszott. Jézusom! Jó baj! Rohadt életbe! Fején találtam egy tudort. Nincs felsérülés. Szépen lefeltelítettem, hogy hát nem rövid újabbra kéne itt pászkálni. Legalább hosszú adag volt rajta, meg ilyen kis... Jön a fölsőmet, rákötöttem ide a lábára. Ott láttam egy sérülést. Felesleges nézni egyet. Ilyen meredeken nem tudom venni ezzel a motorral. Na, itt a fején ezt... Legalábbis remélem. Ezt akkor be kellem, egészségünk kéne. Hát nem kéne, igen. Rögtben. Meg is volna. Ezt a fadom sikerültem, vegyél a tessék. Hát ők... Köszönöm. Mind kettőbe. Tehát jól meglátás. Jó vagy, főnök. Nem nagyon tudom, mit történt. Hát elkövettük ezt a gyilkost, utána csak azt vettem észre, hogy legurulsz a hegynek a tetejéről. A picsába. Jó. Eléggé fáj a... Fáj a lábam és a kezem. Aha, meg kicsit szédülök is. Nem lehet, hogy eltört. Csak hát, nem. Szerintem be kéne venni azért a kórházba egy kis vizsgálatra. Megyünk. El tudod sétálni ment autóig? Igen.
Biztosítunk addig. Gyere. Két csókol, jó vannak? Jó nagyot esett főnök. Á, van itt egység még itt két. Itt vannak még két. Az egy szamarú tanfutámban. Köszönöm, csak. Viszal. Dájjátok. Te most komolyan, azt jól hallottam a hangot, ami kiszorított a telefonokból? Itt hagy... Van. És komolyan itt hagytak minket egy gyilkosság? Itt hagytak minket egy gyilkosság helyszínén. Hát ezek nem normálisak. Jobbulást, főnök! Köszönöm! Mi is menjünk vele, nem? Hát kísérjük hozzuk az autót! A kocsikat! De a magánál van a kulcs a szanatához! De menjünk ezt a hármas fejet, akkor majd visszajövünk érte! Rendben, mondjuk itt a izé, itt a Range Rover. Megütöttétek a nyomokat és a bizonyítékokat? Nem, igen. Azt akarjuk! Lefényképeztétek? Igen. Rendben. Igen. Hallott hölgyet is? Nem, arra gondoltam. Akkor elindulunk. Megyünk. Pedig csak neki támaszkodtam. János, élj, gyere, itt a kocsi. Ne foglalkozom vele. Majd majdnem elkaptam. Várjuk, nem járjuk. Jövök, nem lesz pornófilm forgatás. Magának még szép szemei vannak főnök. Köszönöm. Az, hogy ott hagyták a gyilkost, meg ezt az egész szituációt, de erről már beszéltem a múltkor. Ez egy olyan dolog sajnos, hogy a rendőrség egy szolgáltatás. Ez be kell látni, ez így van. Kiszolgálják az illegát azzal, hogy ők kimennek a rablásokra. Ez egy nagyon hátrányos helyzete ennek a dolognak, mert így nagyon sok idejük és lehetőségük nincs erpézni. Sajnos ez ilyen. Csoda. Maga. Eltűntek, hogy tesz? Én semmit nem csináltuk meg. Ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Az a baj. Még. De majd a 4.0-ba. Ott már igen? Nincs más igen. Tűnjük, hogy nyáron nem. Baj van? Eltűnt a holttest. Elvitte. És fényképeket csináltatok? Ahogy. Hát téged ebben most akartunk. Ott meg akarsz csókolni? Eléggé szép szemei vannak. Hát figyelj, ha szeretnéd, akkor próbálhattuk. És majd azt mondjuk, hogy az agyászkodás miatt volt. Láttam minden. Mi is oda? Itt főnök. Fúj. Kiesett a izéből. Kiesett a mentőautóból az animáció miatt. Sziasztok!
kiesett. Főnök. Istenem, de szerencsétlen vagy. Nem, igen. Valami baj van. De amúgy meg a már, de igazán mindkettő jó amúgy. Na megpróbáltam a függöny mögé nézni, de... Úristen, ja, arra kéne álmosítom. Most szarul sütten. Hát most már nem. Mit történik ott? Mit történt? Lejövök a rádióról. Lecsúszott a hát domborról. Jó estét. Jó estét. Estét jó. Te kollégája az... Útközben kiesett a nyitott ajtón. De hát gondoltam az a lényeg, hogy én éljek be időbe. Értem, értem. Jó. Akkor gyerünk be a reggelbe, jön. Vege. Hol érsz fájdalmakat? Hát a végtagjaimban. És azon belül? A könyököm meg a téldám. Aha, aha. Jó, mindjárt megnézzük akkor itt a gépítőt. Na uram, akkor mindjárt hozok innen a tavaszt. Ide feküdjek fel. Egy pillanat. Na, ide kérem, pakolja bele a ruháit. Rendben. Jó, ja, ékszereket is, meg minden napszöveg is. Meg vagyunk? Igen. Nagyon jó, akkor kérem, hogy ne feküdjön fel hátra. De jó, ezt is megcsinálták már. Jó, hát fogok menni a vizsgálom. Én vizsgálom már. Ide át fog menni a másik terembe, itt el fogom indítani a vizsgálatot, jó? Annyi, hogy még ezt az ólom köpenyeget még itt magára húzom, jó? Ezt még fel kell menni a vizsgálat miatt a... meg itt a lábára, és akkor egy teljes vizsgálatot fogunk végezni. Jó? Meghoztam a másik. Józsikából csak egy nagy bél látszik. Meg lesz az eredmény. Aha.
Megnézem már, hogy mondjuk most nem, mert mindjárt jön be a doki. Ez, hogy havazott, bazd meg. Tiszteltem, uram, meg lenni. Há, úgy, jól van, jól van. Jól van, főnök, mi semmi baj nincsen. Na, a helyzetet mondom a következőt. A bal lábánál a térdénél nem találtam különösebb dolgot, szerintem csak egy egyszerű ficam. Akkor csak felületi. Hát igen, egy felületi sérülés van. Ott ugye azt elvileg a kollégájára is látta önnek, ott be is kötözte önnek. Hál' Istennek akkor. Annyi, hogy majd egy térszorítót fogok adni. A szalagok valószínűleg megnyúltak, de nem szakadtak ám, úgyhogy ez egy nagyon jó hír. Akkor tudnék spárgázni? Hát semmi baj, főnök. Azért ez nem olyan egyszerűen működik. Hát úgyhogy úgy mondom, hogy nem tudom még. Sivogat, bassz meg, beszarsz? Most sírsz, főnök. Nincs semmi baj. Legben. A könyökén viszont csak felejtésérülést találtam, ott a horzolódást, itt a jobb könyökén, gondolom, hogy lecsúszott a domboldalból, úgy gondolom végighúzta a kezét, aztán ott lehorzolta. Igen. Jó, úgyhogy... Látjátok, hogy nyugodsz? ...vizsgálterembe, és ott adok önnek egy térszorítót, meg újra lekezelem akkor a sebét, jó? Legben. Biztosan ne fertőzöm. De fertőződjön. Mindjárt visszahozom itt a szövegét, meg ezeket. A ősöm a lábáról visszakérhette. Benn van a dobozba. Még ne tessék levenni. Még ne tessék levenni, majd majd hogyha mindent elláttunk, akkor visszakapatja. Jöjjenek. Van egy rossz hírem. Micsoda? Itt vagyok a kórházban. Hát azt gondoltam, de hol? Ali, gyere ki a halba! Nem, mi van? Mutatok neked valamit. Hogyha bejössz a fikus, hogy te mirek, akkor... Szia, János! Nem a jó János. Tiszteletemnek semmi baja nincsen, csak... Na kérem, akkor oda üljön le, ugye a szépen. Nyugodtan üljön le, mert a térszerűen az akkor adom, és akkor elmondom, hogy megműködik, jó? Akkor is már ős volt a hajad? Igazából itt a téma nem nagy basziszt az, annyi a lényeg, hogy van ez a térszorító, tépőzáros, négy darab tépőzár van rajta, kettő fönn, kettő lent. Ennek az oldalában fém betét van, nem engedi jobbra és balra kicsavarodni a térdét, csak a megfelelő mozgást tudja biztosítani. Kicsit merevebb benne a mozgás, de a 100%-os felüttés érdekében ezt ajánlott hordozni. Jó? Rendben. És akkor ide föltenni, ruhára is nyugodtan fel lehet venni. Lényegtelen... Tegyük inkább nadrág alá, nem szeretném, ha látnák a gyengeségeimet. Hát, de szerintem át fog látszódni is a nadrág. Igen? Igen. Hát azért ez nem kis darab, aztán egy... Most a főnöket műtik, vagy mi van? Lehet benne, ahogy a doktor úgy jól lehetja. Könyöket egy kenyőcse. 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 Jó, hogy kenyőcs. Na tehát akkor itt van a... Szép ezek is. Feszítő, és akkor a lényeg annyi, hogy fölteszi a térdére, és akkor elsőnek becsatolja fölül azt a kettőt, tépőzárral. Utána alul is, és akkor lehet téma. De nem akartam. Igazából ez egy érzetlen dolog. Kenyőcs. Hogy a térdét tartja, és igazából egy nyom. Hát én már megint kezdi. Lehet meg, oké. Megnézni még a könyökét, leveszem ezt a kötést, amit én nekem elmondom esetben kint. Jó, azt leszem, hogy azt nézd a végén. Hozok egy új kötést, jó? Hát ez... Jó sokat öregettél. Hát igen, megkérdezem meg sokat, de ha ez a... Szépet lepetett. Hát igen, feltűnt. Jó, a könyökét. Betadni a soldattal. Jó. És akkor csak egy szimpla fedőket és a sájjelben. És akkor szerintem meg is van. Köszönöm. Jó. Na meg is vagyunk.
a fején itt a homloka is be van kötve, ott van egy kisebb dugar, az borogatással, jegeléssel teljesen el fog múlni. Ha akarja, akkor tudok adni rá kerülcsöt, és akkor az meg hűsíti is egy kicsit. Rendben, elfogadom. Na, hozom is. Ki ez a kalap? Meg kell keresnem. Itt van. Tessék. Hűha, elég béres. Na, behettünk? Várunk egy autóra. Milyen autóra? Vigyem önöket esetleg valahova? Elviszem önöket, elvigyem a irodához. Hát végül is igen. A irodához, jársz, megköszönj. Pillanat. Menjünk az A irodához. Önök van egy kis rossz kérem. Micsoda? Eltűnt a holtteste. Igen, elvitte a tettes holtteste. Hogy tűhetett a holtteste? Hát nem akadom csinált egy ilyen elterelést, hogy amott lövöldözött, vagy lehet, hogy nem is egyedül volt. Az is lehet. Az a baj, se fényképünk, semmi bizonyítékunk nincs róla. A rendőrség meg elment, mert fontos volt egy bankrablás. Azt mondtuk neki, hogy itt van még a tettes, hogy lövöldözik. Hát a bankrablás van. Hát én mondom, kés csókolom, hát itt meg izé van, itt meg ugye megölnek minket. Na jó, akkor legyen bankrablás. Mondjuk mondtam a kárdosztnak, hogy maradjon ott a testnél, nem? Na jó, de hát is megöli. Egyedül nem szabad hagyni senkit főnök ilyen esetekben. Na, azt javaslom. Egy ember nem ember. Hát jó, mondja egy ember nem ember, az miért mondta? Ezt még el is fogadnám nyomozóautónak amúgy ezt a Kiát. Kurva jól néz ki. A további szétokat az ura. Köszönjük a segítségét, viszontlátásra. Itt vagyunk már a nyomozóirodánál. Most érünk oda mi is. Csak legalább egy hullánk lenne, nem? Gyertek majd valami... be az irodába! Na, most már nem megyünk. Főnök úr, valamit nem értek, de segítsen már nekem. Mit? Na, hogy hát fontosabb egy bankrablás, mint egy friss gyilkosság. Ezt nem értem. Ezt tényleg nem értem egyébként. Tehát kérdezem a rendőröket, hogy merre van, mert hallottunk lövöldözést. A szerkezetben nem vagyunk, ott elmentünk, mert bankrablás van. Rendben. Anthony és Carlos, üljetek le! Szóval a bankrablás, hát kis porszemek vagyunk mi ebben a gépezetben, János, hogy bárki felett pálcát törjünk. Hát ezt elhiszem, de ott meg frissek voltak a dolgok, meg minden, tehát hogy ott... Nem én... Nem, én más sem. Ha belegondolsz, van benne logika. Azon ő már halott volt. A bankban élő emberek vannak még mindig. Hát jó, de hát lezárni, meg ilyesmert... Hát ettől még életveszélyben voltunk. Igen. Hát igen, de a civilek nem tudnak vigyázni magukra, mi viszont igen. Kivéve Carlost. És Antonit.
Tudod mit, Bálint? Szeretném, hogy ezt a beszélgetést, ezt te intéznéd. Ő csak le a székembe, foglal helyet. Hát akkor ez a kérdés. Tudod, hogy mi a baj. Igen, persze, tudom, hogy mi a baj. Na, szóval, Anthony, el tudnád magyarázni, hogy miért futottál előre? Na, azt a parancsot kaptam, hogy kapjuk el. És ebben tisztában vagy, hogy ezzel egy másik kollégád életét is veszélyeztetted? Mivel veszélyeztettem? Hát, hogy próbált megóvni téged, és utána rohant. Többiek addig hol volt? Tehát mi egy csapatként mozogtunk tovább. Csak ti ketten mentetek előre. Az a baj, hogy fekete vagyok. Fekete vagyok, és a génjeimben igen, gyorsabban futok, mint fehérek. Értem, és ez... És ez feljogosít arra, hogy hátra hagyja társaidat? És meg lőni ránk? Hát elkapott a adrenalin, és azt hittem, hogy a hátam mögé nem is néztem. Azt hittem, hogy addigra már rég felzárkóztatok ti is, és aztán segítettek, de meglepődtem, hogy senki nincsen, szóval kicsit lassabbra kell vegyem a dolgokat, megértem. Carlos, te ehhez mit tudnál hozzáfűzni? Hát én ott a helyszínűt is elmondtam, hogy szerintem a bajtársiasság, hogyha most lőnének az Anthonyra, akkor én még mindig ott lettem volna, aki fedezte volna, még legalább észhez tér és visszamenekül a csapathoz. Nem tudom, én szerint a bajtársiasság vezérelt. Értem. És felvázolok neked valamit. Hogy vagytok nagyobb biztonságban? Hogyha egy nagy csapatként fedezékbe vagyunk, vagy pedig, hogyha a ketten rohantok, mint az eszeveszett őrültek, és próbáltok elkapni valakit, akinek gépfegyver van? Nem találtam eszeveszettől, ez egy gyors reakció. Nálunk ezt tanították, gyorsan kell reagálni a dolgokra, mert csak egy szempillantásunk az egészre. Amennyiben magukkal sétálgattam volna, akkor biztosan észre se vettük volna, hogy merre megy, meg hova megy. Miért meg lett? Hát meg lett volna. És esetleg elkaptad? Hát nem, csak ugye azt mondtátok, hogy állják a parancs, az parancs. Hát jól van, majd visszahívsz. Az is lehet egyébként, hogy ketten voltak. Egy elterelt, a másik meg lehet, hogy gyors eltüntette a hullát. Még gondolod? Hát igen. Hát csak észrevettük volna, hogy ott lejön valaki a sinekről. Szerintem valami el volt bújvott a raktárba. Hát lehetetlen, mert átnézték az egész helyet. Aha, azt mondja, hogy a bebőzőjét elebújt egy tobozba, vagy valami. Láttam ilyet a filmekben, hogy belebújnak a tobozba, hűtőbe, meg minden. Miután eltűnt a hulla, nem néztük át az egészet, csak a hulláig mentünk el a rendőrség is. A rendőrség sem nézett körül, meg volt a lövöldözés, mi is egy szobát kihagytunk például. Ezt lehet, hogy ott volt elbújva. Egyébként a rendőrök is átkutatták az egész helyet, miután megérkeztek. Lebiztosították a helyet. Na de visszatérve, Antony, mikor kaptál arra utasítást, hogy rohadj, mint a muszáj lenne? A Józsefnek a hangját hallottam, hogy kapjátok el. Erre a szóra én megindultam. Aztán megpróbáltam kapni. Emlékszik-e Bálint, mikor azt mondtam, hogy álljatok meg? Ne kövessétek, óvatosak legyetek. Én mondjuk ezt hallottam, meg is álltam.
4 és fél perc, másodperc alatt futom a százat. Addigra én már szerintem túl messze jártam, hogy én ezt halljam. Hogyha hallottam volna, akkor megálltam. Kimentél volna a műhold lefedettségéből? Rádióban biztosan, hát nem mondta. De igen. Pedig rádióban mondta. Érdekes, akkor lehet, hogy megint naporos a rádió. Halló, hallodnak? Igen. Hát akkor fogalmam sincs. Vállalom, akkor hibás voltam. Lentben. Nekem egy elég, hogy tudja eltudni, hogy maga a fekete bárány. Fekete bárány? Igen. Ezt nem értem. A fekete bárány. Azért azt ne felejtsük el, főnök, hogy én mentettem meg az életét. A fekete bárány. Miért esetleg lelőtted az elkövetőt? Nem. És akkor ezért hogyan... ülhetsz még abban a székben, Tony. Köszönöm. Nos, arra gondoltam, hogy lazítsunk egy kicsit. Kemény nap volt ez. Ez egy remek ötlet. Rendben. Sala. Tessék? De a PC az öltöző, itt le van. Ott a lehet hát, isolni. Szerintem igen. Jó, forró tusolás, az lehet, hogy jót tesz az idegnek. A kulcsok. Nem vagyok miért már a nyomozói. Úgy gyors vagyok. Főnök. Igen? Csalódott benn. Hát, jönnek. Gondolkozom a jó válaszon. Tiszteletem, keresett. Végül is nem csalódtam. Nem, köszönöm, nem. Nem okozott meglepetésként, ami történt, Anthony. Hogyha esetleg van olyan. Mondja meg nyugodtan. Nem szerettem csalódást okozni. Ja, nem csalódtam. Nem. Azért köszönöm. Viszont... Én csak a... amit én mondtak, azt próbáltam. Én meg már két napja próbálja rám szózni, tudom, Anthony, tudom. Én megértelek. Őt? Szia! Halli, igen. Ezt az ajtót ki tudnád nyitni, légy szíves? Mennyi is. Köszönöm. Köszönöm. Egyébként, okay. Nekünk ez nem lesz hozzáférésünk bármilyen? De lesz, lesz. Mehetek, ugye? Igen, köszönöm. Igen, köszönjük. Köszi, hello! Na itt vannak a kulcsok. Ja, köszönjük. Hát már nem félnék, hogy... És akkor mocsokba ott ugrálni. Én is ezt szerettem egy jó pár pókhálót. Köszi, főnök! Köszönjük! Nem, megyek a másikba. Nem bekepetes. Erre! Jó, a fülyegyetek le, aztán megyünk. Miért adtak? Hova? Elmegyünk pecázni. Mit szóltok? Hát jó, menjek, én még nem pecáztam még.
kell beszki. Nincs ebben a szárban hideg víz, melegvíz. Hát gyorsak legyetek! Tessék? Siessetek! Hát siessünk, mindjárt megfagyok. Meg mi a szar ez itt a... Mi ez itt a... Mi a nedben? Valami, nem tudom. Carlos megfogta a kukumát. Ezt miről inkább... Miről beszélsz hozzá? Az a pervert vadállat. Te hajoltál le a szappanér ott a melyik középsőben. Melyik ötötett a zsebembe ezt a büdös szalámit? Ezt én nem csinálom. Mi? Mi valaki beletett... Komolyan mondod? Komolyan mondod. Mutasd! Ott, fúj! Ez... Maga itt ott végig? Nem, én kint voltam. Nem menj be oda. Melyik kötött tehetett a szalámit a hősömbe? Nem én voltam. Mizuhisztunk. Jól van, fejezzétek be! Miért csináljátok ezt az Anthonyval? Mi? Azért, mert fekete vagyok. Most már... Ja, minden tisztelettel, de... Hát ezért kikérem magam, neki én ott zuhanyoztam, mikor... Azután meg a kám bejött és elkezdett molesztálni. Valaki betette, a János nem volt. A főnök biztosan nem. Miért csináltad ezt? Én zuhanyoztam, azt hallgattam, hogy... Akkor ki volt? A Bálintból nem nézem ezt ki. Hát csak maga volt egy kis szerinted csinálnék ilyet, hogy tudom, hogy az ellensom múlik rajta. Ugye mondd el nekem, a problémád van velem, nyugodtan mondd meg, Kárló, mi van? Te most engem meggyanúsítottál, Kárló? Nem, de tényleg nem, én zuhanyoztam és azt hallgattam. A Bálint is zuhanyozott, csak éppen háromszor igen, utána kijött a fülkéből, átsikert hozzám, és elkezdett hozzám nyúlni. Mi? Kárló. De zaklatott. Nem, csak... Szeretném. Nézd már el meg, hogy kidobtál a szappant. Nézzük meg akkor, a Bálint volt-e. Nem hiszem. Most mi a baj, főnök úr? Szappant keresik. Mutasd meg, hol nyúlt hozzád. Ott sokszor. Jézusom, Kárlós. Ilyen nem is történt. Szexuális, szalámikat dugdosol a kollégáinknak a zsebébe, meg fogdosol a fityűket. Ilyen nem is történt. Mindenki zuhanyzott. Hazudik. Hát valaki pedig nem. Hazudik, főnök, hazudik. Igen, tudom. A végére fogok járni. A végére fogok járni. Most megint a dusítgasz, Carlos. Azt feltételezed rólam, hogy én csinálok ilyen pusztustalanságokat? Hát én zuhanyoztam, főnök. És közben molesztáltad a kollégádat. Meg büdös szalámikat, meg büdös szalámikat dugdocsol a zsebembe. Akkor miért találnak ilyeneket? Akkor lehet, hogy az Anthony is hazudik? Meg a Bálint is hazudik? Biztos, jó vagy. Mi csinálod a koronádat? Milyen koronámat?
Hát mesélj, ezt látom. Hát lehet, hogy Anthony akar bosszúból kiszállt kelteni. Mit akarok itt csinálni? És lehet, hogy a saját zokniába dugta bele. Képzeld, Puerto Rico part, és megfogták a seggemet. Rendben, menjünk. Képzeld. Zuhanyzás közben. Na jó van, Anthony. És én még kétszer is megmentettem az életedet. Az én életemet mentetted meg. Nem? Elvéreztél volna? Mert futosgálsz össze-vissza. Elvéreztél volna ott az alapot. Hova véreztem volna el? Én kötöztelek át, mint valami ápoló. Kicsit már tartok a tárlasztra. Nem, e? Jó, neked nálam csak ilyen hideg izé, jéghideg izé volt, elnyertétek az összes meleg vizet. Hát onnan, hogy megtalálta. Igen. Menj a közelemből, te pervers! Öltözzetek át! Horgászósba, főnök? Igen. Nem is tudom, hogy van-e olyan, nem? Ez jó lesz? Lehet. Ez jó lesz. Hogy nézek ki? Erre mit gondol, főnök? Vagy inkább a kabáthez? Perfektül nézel ki. Tony, te nem? Na jó van, te eddig is. Eddig jártam. Én meg megmentettelek. Itt a vége. Nem itt a vége. Most már akkor csak kollégák vagyunk. De nem már! Szerintem jó lesz, na menjünk. Tony, ne csinál! Te is tudod, hogy nem én voltam. Van elő a kocsink? Szerintem nincs. Nem tudom. Adok egy kukacot majd a horgásztatnál. Na már megint kezdettek is, molesztálós. Látja, főnök, én nem hazudtam. Hozok gyorsan egy kis kaját. Á, majd elfelejtettem, basszus, a fegyvereket tegyük le. Hozd magadnak kolbászt, banánt, majonézt. Fegyvert mindenki pakolja vissza a raktárba. Hozzad magadnak. Főnök, majd esetleg kérhetünk a kasszából annyit, hogy elmehessünk kaját venni a cégnek? Persze. És milyen fasz van? Menj innen. Nem veszi elő a fegyvert. Viselkedjél, megyen meg a töködet. De hát nem csináltam semmit. De semmi is valami, vagyis az nem semmi. Hát de... Tehát csak előveszem az ostorolt, azt oda csapok. Önök az anyád úristen, viselkedjél egy feltételezésről. Kérdezhetek valamit? Persze. A két János, álljadék. Nézd, de látod, megvilágítom, és még így is sötét. Mozzuk, ez csak egy feltétel. Ja, és civilben az egyik megüti a másikat. János, tartanám távol. Az mit az valamit? Mit jelent az? Az maga mit tenne? Hát én feljelenteném. Ez csak feljelentés. Viselkedjél! Na megyünk! Látja, főnök, most meg kivilágítja a szememet. Szegény Carlos, 65 éves lesz majdnem. De mintha 8 lenne. Ezt úgy hívják, hogy demencia. Én nem foglalkozom. Igen, hallottam már róla. Én nem követtem el ilyeneket. Itt dobáltam, hangoztatta, hogy gyere Carlos, eldobtam a szappant, és akkor még rám fogja. Ne ügyesek neki. Én nem veszem föl, én érett férfi vagyok, én nem állom. Lejtettem a szappant, és megjelent mögöttem. Medencia. Megyek veled. Velem nem jössz sehova. Jó van, akkor nem menjek vele? Megyek én vele.
Na legyen egyedül. János? Miért hiányzik ennyi autónk a garázsból? Rengeteg hiányzik. Majd elintézzük, haladjuk. Na, azt mondja... Ide. El kell mennünk tankolni. Nem, nem. Mondjuk talán út közben lesz benzinkút. Hova menjünk, főnök? Egy utcán van, arrébb van egy benzinkút, főnök. Nincsen. És az már kerestem. Egész mai. Hát igen, valahogy ma is kijutott az akcióból. Egy kicsit azért csalódott vagyok. Miért? Hát, mert ott volt a kezünknél. A kezünknél volt már ez a gyilkos. Veszek inkább innivalót, mert biztos vagyok benne, hogy 20 perc múlva az lesz a kérdés, hogy kinél van innivaló. Jó napot! Veszek le pénzt is inkább. Főnök! Igen? Azt mondja a Kárló, hogy ő látta, hogy ő maga tette bele a zsebembe azt a szabát. Hazudik! Hát ki mondott ilyet? Vigyázzatok! Nagyon vigyázzatok! Ide nem lőtt be, te perber! Azt mondta, hogy látta a két szemével, hogy maga tette bele a zsebembe. Főnök, igaz ez? Beüszkáldó vagy, mit szeretnék? Küldjek neked táviratot? Ó, az jó lesz. Csak nagyon olyan táviratot kapjál, mint a felé. Hát a sőjös lenne. Na jó, van ezért. Ez nem volt vicces. Mi hol vagytok? Maguk mögött. Ja, lenne. És arról mit akarsz mondani, hogy megfenyegettél? Ha nem fenyegettelem, ezek a tényeket állítottam. Ja igen, hogy megversz, hogyha veled kötekedek? Nem, nem, nem mondtam azt, hogy megverlek. A két szememmel hallottam. Nem én mondom a főnökre, hogy ráfogsz dolgokat. Én csak összefüggesztem a dolgokat. Szóval akkor azt mondtad, most már bevallottad, hogy igaz, hogy elmondtad nekem, hogy te láttad, hogy a főnök tette bele.
csak derűsen látom a tényeket. Derűsen. Ha jössz főnök, derűsen látja a fényeket. De mégsem ítélem el a főnököt, mert én megbocsájtok neki, annak ellenére, hogy rám fogja. Látja a főnök? Ha jössz főnök. Gyönyörű parkolás. Megbocsájt magának. Semmi probléma nem volt ezzel a parkolással. Hát azért mondtam, hogy gyönyörű parkolás. Ez azért van, én is azért mondtam, hogy ez az szúrtam a fájt. Jézusom, hogy néz ki ez a víz? Jó, és miattam néz így ki? Ez a grafikai módban van benne. Hogyha most össze kell vigyázni magunkat, akkor most kéne megszerülni, nem? Gyerünk át, a szogolj elsőnek. Hát, komolyan vettje. Hát persze. Meg van mindenki? Kállósz, te kapaszkodj! Köszönöm szépen, főnök! Hallod? Bálint, gyere csak utána! Én nem megyek utána sehova! Gyere csak! Most itt a Nikolai akarsz! Hosszoljok, Kállósz, ha kiesel, nem álljok meg! Nem tenni ilyen! Kár érte kiváló, hogy megfogod! Ó, főnök úr! Igen? Van ezen idő, zene? Kapcsolhatok zenét? Persze! Jó, egy pillanat, akkor keresek ugye valamit a YouTube-ben. Én szóltam. Leesett. Nem, mindjárt hagyjuk ott. Szerintem telébe szemem vágta egy bogár. Lenyeltem egy nagy bogarat, főnök. Gerben, ülj le a seggedre. De te, nincs hely. A seggedre, üljél le. Ez jó lesz, főnök! Tökéletes! Beleülök az öletbe, jó?
hullámot? Én szeretem a súlyt vissza. Nem tudom megcsinálni. Azt vettem észre, mintha egyre jobban ústán kell. Szerintem hát engedjük vissza. Ezt úgy hívják, hogy catch and release, vagy valami ilyesmi sport. Szóval valamelyik kötök meg tudja sütni? Hát mondjuk egy jó kis fasz ezért. Bepanírozzuk, azt akkor csinálunk belőle jó kis ezért. Rántott ezért. Halat. Vagy esetleg csinálunk belőle horcsapaprikát, fogunk. Esetleg jó kis szegedi halászlét. Én azt nagyon szeretem. Majd még ha jó befűszerezzük, ilyen grill fűszerekkel, akkor jól meg tudjuk sütni jó kis grill halat ehetünk. Sült grill hal. Hú, de jó, még az is. Jó kis pisztránkat. Főnök, melyik halat szereti? Én hát nem tudom, nem vagyok egy szakértő. Kárász, keszek, pogy, csuka. Fogalmam sincs, mi a különbség köztük. Ez a tenger, van a tengerben kárász. Mindegyik hal. Ennyi biztos. Az biztos egyébként. Én mondjuk a törpe harcsát utálom. Ha megszúrja a kezedet, nem jól fogad meg. Egy jó 30 kilós tonthalat. Olyan kis tonthalat, tehát azt mondjuk ennék. Abból mindenki jól lakna. De egyre nagyobb hullámok jönnek. Szóval akkor valaki meg tudja sütni azt a kurva halat, vagy nem? Na persze, megoldjuk. Alig hallok, János! Hoztunk magunkkal gáztisztelyt? Ha nem, majd megsüttük. Vagyis süssük meg. A kabinba tudod? Hát megcsinálhatjuk itt is. Van egy grill. Na, mi történt? Mi van, nagyot fogtál? Most tudtál ugrott kamerát? Úristen! Ki kell fogja Jánost? Na, mindjárt bedobok egyet neki. Hozzátok a szákot! Megtalálja szerintetek? Na, mindjárt megnézik. Na, megoldottak. Ilyen barátságos innen a város, nem? Valóban. Innen nem látszik a bűnözés. Hát igen.
Hát másoknál is lenne. Néha szoktam nézni a várost is, olyankor olyan, mintha mindenekben lenne. Ez egy jó képlet. Hallja, Tony, maga amúgy, ha hosszú lenne a haj, akkor berasztásítaná? Nem csinálunk egy csoportos képet? Csináljunk. Vele már nem csinálunk csoportos képet. János nagyon szeret úszni. Megmutam főnök a horgászatot. Nincs itt hal. Szerintem sincs itt hal amúgy. Én ezt már tudtam, hogy nincs itt hal. Akkor miért hoztam itt ide? Hát gondoltam, miért ne. Valaki csak kérhetek egy 100 cigarettát? Ja, köszönöm szépen. Mennyi a néplen vannak még mindig? Látjátok azt hát a sok lámpát? Hát sőnök város. Valóban. Szoktatok olyanokon gondolkozni, hogy vajon most hányan csinálják a világon ugyanazt, mint te? Néha belegondolok, igen. Amúgy én igen. Hát, hogyha valaképpen azt csinálja, mint mi, akkor szerencsés. Mondjuk, vajon hányan gondolkoznak most a világon azon, hogy vajon hányan gondolkoznak most ugyanerről a világon? Ez egy jó, hiszen egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, de szerintem kicsit meg kell nagyon mélyen belemenni. Igen. Viszont ezzel kapcsolatban jutott az eszembe, hogy interneten olvastam, hogy van egy olyan, ilyen kalkulátor, ami folyamatosan Bobikám, friss, köszönöm a rédet, szavaztok, és mutatja köszi a Földön, szépen. Hogy jelenleg hány milliárdan vagyunk. És ez folyamatosan friss, és folyamatosan nő, és csökken mutat minden számot elvileg. Hát hozzátezik az Afrikához, és hogy igen, elvileg, ez fenn van a Google-in. Ilyen mérő, vagy nem tudom, hogy van ez a people number, vagy nem tudom, hogy kell beírni. És akkor beéri az aktuálisat, hogy itt folyamatosan nő, meg csökkent, tehát mutatja a szüléseket, meg minden. Olyan, mintha tök gyorsan mennénk a jakt fele. Valóban, mintha kicsit gyorsulnénk. Megy a közös. Megnézem ezt. Enkár, köszi szépen még egyszer. Már tényleg megyünk előre? Jó van, nem baj. De visz minket az áramlat. Vajon hány bűnöző van most szabad lábon? Rengeteg. Most így belegondolok, tényleg ott vannak azok a sikátorok, tehát hogy elviszik a hölgyeket, kirabolják őket. Gondoljatok bele, lehet, hogy most valakik éppen az életükért könyörögnek. Mi meg... Hát igen. Ha úgy veszük... Mi meg cigizünk egy jaktól. Igen. Hát jó, hogy vitorláson. A jakt az egy kicsit... Messze van tőlük az a jakt az ott van bennetünk balra. A hármas golfának. Még egyszer kipróbálnám ilyen vezetni egy olyat. Na azt nem fogod, Bálint, de még én sem. Na majd maradj el, né? Hát működik a Vidább Park. Szerintem működik. Úgy látszik. Hát világít. Én mondjuk repülőt próbáltam kétszer vezetni, egy kis csesznát. Power Roman kivezeti a repülőket, az gyere Jani, mentünk egy jó nagy kört, repültünk. Azt mondta, hogy vezethetem a repülőt itt a levegőbe, hát hatalmas élmény volt, mondjuk. Mondjuk az egy tőernyőzést kipróbálnám. Az biztos nagyon De tényleg egyébként felülmaradhatatlan érzés az, amikor az ember repül, egyé válik a repülővel, és a természettel. És nincs, tehát ő felhők fölött van, és nincs határ, és nincs ami gátolja. A szabadságot érzi.
Ez felemelő érzés, mondjuk. Érzitek ezt a jó illatot? Imádom a természet illatát. Igen. Nagyon jó. Nagyon szeretnék itt lenni a vizen. Én annyira nem. Ups, látom egy hulló csillagot. Azon gondolkodok, hogy te vizen jöttél ide? Nem, én repülővel. Azt hittem, ilyen épített valamin. Ezt már megint hogy érti, főnök? Hát, hogy a... ladikosnak néz. Hogy a te fajtád az... Tudod. Az én fajtám? Hát, igen, hát vannak olyanok, hogy tengeri cigányok. Megépít bármit. Most már cigány is vagyok? Nem. Csak mondtam, hogy vannak ilyen izé... Van olyan csoport, egyébként találkoztam kutatásaim során, akiket úgy hívnak, hogy tengeri cigányok. De ez nem rossz néven értendő. Hát ők folyamatosan tengereket járják, és sosem állnak meg. Hát, de most már ők is letelepedtek. Hát nem is tudom már, hogy hol veszem a Fülöp-szigeteken, ja. Na, egyre jobb. És ladikoljottam, tengeri cigány is vagyok. Leszek még. Ez ja, egyébként professzor úr tévedés. Na már... Meg tudnék rá mondani példákat, de... A tengeri cigány a kedves mit professzor úr. Mit tudnám még rá mondani, Bálint, akkor most egy már kifele. Egy szigettől kicsit távolabb, valóban a vizen. Kisebbségi rántatus. Cölöpökre épített kis fabódék. Na jó, engem hagyjatok, és halálisnak. Én nem. Ja, igen, de a vizen kollégák vagyunk, meg főnöki viszony, engem hagyjatok békén. Szerintem kicsit megsértettem. Cölöpszőtlen, eddig még csak nyomozónak nem hívta senki. Hát de semmi rosszat nem mondtunk ezzel, hogy tengeri cigány. Hát tényleg így hívják ne őket. Menjen. Hát az tényleg elment. Na jó van, menjünk. Hát most elment. Hol vagy? Hol van? Lehetünk. Üljetek le! Vannak cápák. Hát szerintem vannak. De most már mindegy. Már elment. Nem akarsz leülni, Carlos? De, leültem. Már le lehet. A tengerparton biztos ott lesz. Károm, de most a szemes hova repülünk? De csak nem fulladt meg. Hát, csak nem. Remélem, hogy nem. Honnan szerzett búvát? Gondolom volt bent a kabinba. Honnan szerzek egy másik fekete nyomozót? Tehát nincsenek lehetetlenek, főnök. Nincsen lehetetlen. Csak lehetetlen. Hát, Tony. Jó van, hát én keresztem. Hát kár, te kiváló ügynek volt. Anthony? Itt vagy? Anthony Hopkins? Anthony? Lehet, hogy szerzett egy ilyen víz alatti motortér meghajtót, mint a Jason Statham. Hát figyelj, Carlos, hagyjad, mi mindent megpróbáltunk. Lehet, hogy meglovagolja a tengeri csiklókat. Carlos, hagyjad, mi mindent megpróbáltunk, hogy megtaláljuk. Lehetséges, már réges-rég ott van a kikötőbe. Nem lepne meg. Hát nem hiszem, hogy ilyen gyorsan úszik. Tonyból bármit kinézek, bár. Hát mondjuk... A boltból is el kell futni a cukorkával, nem? Nem erre akartam kiukadni, de... Nem én mondtam. Jobb esetben cukorkával, rosszabb esetben pénzzel. Vagy egy táskával, vagy nyaklánccal. Valóban. Kell egy ház,
Meg az óceán partján. Hogyha végileg visszavonultam. Köztem, hogy a főnök mást énekel. Mi mit énekelne? Hát... Jaj... Hideg a víz. Ezt megjegyeztük. Mi történt? Megpróbálom lesöpörni magam fölön, aztán maradjék figyelni. De az lesz az első... Szeretném függni. Gyertek, aztán lesz az első dolgom, hogy bekapcsolom a klímát. Klémáltam a fűtést. Hát, így is lehet hívni. Nem mindegy. Ha jó vagy, Anthony Hopkins. Nem keressük meg a partokat. Nem, hát több kiuklott. Lehet, hogy megfulladt, vagy valami. Egyedül akar lenni. Képzett főnök, én nekem van búvár felszerelésem, több palack nyokszigénnel. Kinézte volna belőle? Nem. Sokat kellett lenne búsznom, tudja? De nem azért, amiért a Tonynak. Egyébként meg bocsánat, hogy próbálom az utat tartani az autót. Azt szeretek, hogy a feketét mindig semmi se jut neki. Merre vagytok? Az irodába. Hát, az irodába. Elmegyen érted a Bálint? Á, most barátnőkkel vagyok. Nagyon rossz amúgy, igen. Jó van, én bezárkozok, az irodába dolgozok. Rembe, jó éjszakát. Jó akkor éjszakát. Elmenjek érted, Anthony? Nem kell, köszönöm. Én is lerakom magamat, Varga, én is lerakja a szolgálatot. Jó pihenést. Jó éjszakát. Jó pihenést. Szervusztok, köszi a hajóutat, főnök. Köszönjük a lehetőséget. Bobby is the first, köszi... Köszi szépen a raidet. Úristen. Mi a fasz? Hallottátok a lövéseket? Igen, hallottuk. Igen. Bruce Street felől jöttek. Szevasztok srácok, köszi szépen még egyszer a raidet. Miért nem veszi elő a fegyvert? Jóval nem itt történt a lövés, akkor adjátok. Hát...
jó messze volt, még az is lehet, hogy távolabb. Ne keressük a bajt. Szia Márk! Szevasztok srácok, ez mindenki, hello, szia! Ha nem tett volna föl magának fölnök eddig, akkor ebbe vagyunk a legjobbak. A bajkeresésbe? Szia Zordán! MRK, Márk, sziasztok! Sziasztok mindenki! Hát... Igazából port megyek aludni én is. Rendben elsötétítettem, dolgozok, ne zavarjatok. Rendben, kellemes estét. Köszönöm a rédeket, srácok. A két Bobinak, NKD1-nek és Bobby's the First-nek, illetve mindenkinek, aki jött a réddel és bekövetett. Hát pont megyek. Úgyhogy... keresek valakit. Hogyan, mit akarnak? Nincs nem az tartóztatva. És maga? Maga miért követ minket jár? Ahová... tovább megyünk. Innen kilépünk. Ha már tulajén ilyen jaktra, kurvákra, kokóra asszociálnék a karakter helyében, csak mint kis országunkban. Ugyabár, ugyabár mire gondolsz. Na megnézzük, hogy, hogy mi a helyzet. Csinálunk egy Mannin raidet, mit szóltok? Szerintem ismeritek Mannint, nem kell bemutatni. Szevasz, sajs! Úgyhogy jó szórakozást Manninnál, éppen csézik. Hashtag csak a GMR. Hashtag csak a GMR, jó szórakozást Manninnál, jó éjszakát, srácok! És holnap találkozunk. Csubi mindenkinek, szevasztok! Jó! If you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now I'm making money moves properly. Yo, don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members, and if they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out deals, and the gem man put out the macros fill. And arrive at a ting, my waist that's casual. If two men hop out the bush, one bullet's gonna make them feel that collateral. In the back of the 125, I'ma jack your creps, I'm a real shoe vandal. And if you're in need of a ride, then your broadcast there be calling up Abdul. And if I'm capping this unnatural, they know all that I speak is factual. 235s of the haze, that's cookie rolled in a suit. I don't need no backwards, jumped in the whips like that in manual. Heat from the jigs, nothing I can handle. Let me spin round to the ends where we parked it off. And I light man up like a candle. Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG.